Szia, modnéző! Szia! Szóval nagyon nagy performance-szal készültem. Volt egy fogadásunk, ugye? Amit kénytelen voltam teljesíteni. Emiatt le kellett nyesni a bálnavadászba, just meg mindent. Úgyhogy kivetkőztem magamból nektek. Ki vagyok seretválkozva. Csibori, Csibori! Lel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 
Alele! Jó, fejezzétek be. Na, szevasztok mindenkinek, hello! Mi az, hogy akad? Hát ne hazudjatok, mert bazd meg! Nem tudom, mi van. Akkor az a YouTube probléma. Ott írja, hogy eldobott képkocka. El van dobva a képkocka. Összeszeditek a képkockákat, léci? Nem lehet eldobva. Vagy lehet, hogy becsúnyította izé. Na várjatok, beigazítom. Szevasztok, hello mindenkinek. Szevasztok, szevasztok, fiaim. Szevasztok. Várjatok, igazítok rajta, de én már sem hiszem el nektek. Úristen, nagyon rossz az. Pillanat, türit kérek. Csibori, Csibori! Nagyon szépen köszönöm, Máté az 1 évet, Higgins a 2, GBP-t! GBP-2! Árpik össze a szubot! Lalalalalala, ájtéreretterer! Nézzek, most nézd meg! Mint egy mesztelen csiga. De 15 évet fiatalodtam, úgy nézek ki, mint egy jól lakott apköz is. Nikker, kösz az 1 évet, kösz szépen, Strom, kösz szépen. Igen, szia, azok a kommentek. Árfi, kösz a 12 hónapot, szevasztok. Úgy érzem magam, mintha megerőszakoltak volna. Mínusz 25 év. Hamarosan diákigazolványt kell mutatnom a streamen, bazd meg. Hozod, viszed. Szevasztok! Muszáj volt, bazd meg, hát a fogadás az fogadás, geci. Mostantól az lesz a nevem, hogy egy tini atya. Teenager. Szevasztok! Itt egy plusz képkocka. Köszönöm, a cseten szedjük össze a képkockákat, mert szarba a haza. Szevasztok, fiaim, hello! Jézusom, ki ez a fiatalember? Ki ez az 5-es? Most ballagok 8-ból. Még bazeg föl tudnám marni a diákhiteleket. Higgins, kösz az 5 GBP-t! Nagyon szépen kösz. Jaj, de fura nek. Hát bazeg a családom majdnem kitagadott, mikor meglátott. Érted? Bementem, azt a kislányom azt mondta, hogy szörny vagyok. Úgyhogy megaláztak ma teljesen, fejezzétek be. Niki, kösz szépen! A 400-at. Köszi szépen. Pakold össze a ruháimat, tini atya! Mátyás, kösz a 2005-öt! Joker, akit úgy hívnak, hogy Emma, de nem, evett ma. Szevasszok, szevasszok. Szevasz öreg, jó, szevasz, hogy itt vagy. Intellektuális Lajos, hallom, itt vannak a nagy tanítások. Szia öreg, jó, hogy itt szevasszok, szevasszok, itt vagyok, hello mindenkinek. Mert már alitolt az agyam teljesen. Martin, kösz a 10 szorapot, Mátyás, kösz a 2005-öt! Na jó, most fordítsuk komolyra a témát. Mondhatok nektek egy... Hosszabb a kolompár Bélárót. Mit mondanám? Képzeljétek el, hogy én... Várj, Ali. Na. Igen, elképzeljétek. Várj egy picit még. Ja, mi az öreg, nem? Mondjad, mi van, bazd meg. Figyeljetek ide. Pina. Igen? Képzeljétek el, hogy én ma egy versenyen fogok részt venni. Jó, szia. De... És bicikliket fogsz tekerni? Szevasszok, hello. Figyelj csak, milyen verseny, ez szopás vagy hát ilyesmi? Ez egy szavaló verseny. Buziság mérő. Ja, szavaló. Aha. És elmondhatom nektek, hogy mivel készültem? Figyelj, Lali, ne! Nem. Nem. Szerintem nem. Egy ilyen meglepetés, tudod? Hát nem szeretném, hogy lelőd. Gergő, kösz az 1000-es, Gyulina, kösz az 1 hónapot. Gondoltam, elmondom. Hát figyelj, hogy az öreg is nevet mondom én, és akkor már most mi nekem is.
Ez olyan, mintha ez nem is az érzés. Hát... Ez egy új videó. Végül is... Tini atya! Hállala! Na mondjad, mi van, baszd meg? Szóval egy nyelvtörővel fogok készülni. Az a baj, Lali, azt most mondtad el éppen, mikor ezt kimondtad, tudod? Nem, hát ez még nem az volt. Én nekem erre nincs időm, verjem a badadokos geci fejedbe, hogy fulladjon a fejedbe a láncfűrész. Hát Lajos! Az mondjuk menő, öreg! Hát baszd meg! Mondd már! Fasz húzod itt az időt, mi vagy, te politikus? Akkor mondom. Igen, igen! Bőrönd ödön. Azt a kurva. Ül a bőrönd ödön. Jó, várjál, figyelek. Úgy kéne mondanod, RTX szófa, hogy igen. Ha megfordulsz, arra jobb az akusztika. Arra. És akkor jobban hallj, mert... Hallom. Nyomjad, figyelek. Jó, figyelj, mondjad. Bőrönd ödön, ül a... Én bazd meg, én ezt nem tudom elhinni, geci. Erre miért nem veszük fel a segélyt erre a gyerekre? Bemenjünk valahova, megkérdezni, hogy segít föl lehet-e venni? Szerintem a polgármester hivatalba, bemenj? Zsa, hivatalba, mert akkor bekérem minden. Vinni kell magukkal. Gondozásit. Szevasz Lajos, nagyon jó volt a vers. Hú, ez nagyon szép volt, itt voltunk, hülye gyerek. Nagyon jó volt a vers, hú, de passza volt, majdnem kivertem, ülj be. Szevasz, gyönyörű vers volt, akkor szerintetek van nagyon jó, persze, hogy lehet nyerni. Ez most egy kicsit jó lesz. Martin, ez az ezeres. Ez az igazság, Lali, ilyen szépen. Kösz szépen, Gábor, neked a három hónapot elő, Ricskesz a szobat. Viszket a lyukom. Lali, játsszunk már egy játékot, benne vagy? Igen. Öregnek már mondtam, ő benne. Igen. Melyik na, azt fog, eljátsszuk azt, hogy... Megkapod a paszt? El kéne játszani, hogy fogyatékos vagy, jó, Lali? Nem kell sokat rátenni, szerintem. Jó? Fogyatékos? Nem kell sokat rátenni. És hogy? Pedót kössze 10 szorapot, Fecó 2005-öt lehet szépen. Jó. Nem lehet érteni. Strategisz kössze az ezres. Kezdhetem? Nem most, majd ne, szólunk, majd szólunk, jó? Igen. Ja, már de merre kell menni a segélyhivatalba? Jó, és azt nyer, aki nem mondja el, hogy te fogyatékos vagy. Ergo, ha elmondod bárkinek, kiestél, és lemaradsz az 1 millió dolláros fődíjról. És ismered a Csend királyt? Ja, az is jó. Okay. Ez olyan, mint a Csend király, csak ez fogyatékos eltitkolás király. Tudod? Jó. Jó, ne józzál, mert pofán baszlak, jó? Akkor, oké. Ja, jó, nem, bocsit, a következő bal, nem itt. Várj, akkor megyek tovább. Aha, meg vagyunk. Dávid, kösz az ezres, Dekár, kösz a 8 hónapot. Merre megyünk? Ma ennyi, megyünk játszani ezt a játékot, tudod? A fogyatékos nem király, tudod? És jobbra vitt. Szevasztok, szevasztok! És egyenes. Vagy várjál? Jobbra is? Jobbra is jobbra? Hát passz meg, faszom tud. Hát, geci, hát meglássák a rendőrök, itt lesz, itt van előtte a nagy épület, látod ez? Ez? Balra, bal, az a nagy kupolások. Ja, bazd meg. Látom. Várjál. Mert úgy kell parkolni, hogy jó legyen, tudod. Beférsz? Be. Jó, akkor. Kasza. Na. Még mondjuk van egy kis hely hátul, hogy nem fognak elférni mögötted. Szálljatok kifele. Na gyere Lajosom. De ne elvisznek túrabuszhoz, jó? Túra, busz? Persze. Nézze, majdnem elütött a passzopó biciklis. Hát, mert nem lát. Hiába nézd, de nem lát. Kivakult, mint Esmeralda. Ezt most találtam ki, öreg. Nagyon jó. Hiába nézel, ha nem lát. Padlófogadáson voltam, nem tabló. Ezt is mondani a versenyen. Volt egy fogadás, rászok teljesítenem kellett. Nem csak szavaló verseny, hanem értelmi logikaizmus. Aha, ez aha, azt jelenti, hogy mész a zsűrihez. Így van, így van. Aha, ja. És hogyha mondasz egy mondatot, abba fogják keresni az értelmet. Igen, jó napot, uraim, tiszteletem! Jó napot, mi a helyzet, mi újság van? Semmi. Kéne egy kis pénz. Pénz? Csöves. Mit nézze? Úgy nézze ki, mint egy malac persej, vagy mi a passzom? Ha? Mi az, hogy kéne egy kis pénz? Lássátok a barátomat? Nem lássátok, hogy szellemi fogyatékos? Azért álltunk meg itt, hogy a gyógyszereit ki tudjuk váltani. A gyógyszereit nem tudtok kisegíteni minket most? De mennyivel kéne? Hát most egy 5000-esre. 5000-es. Hát ő van írva neki 10 éve szakorvosi ajánlattal. Két perc visszatérünk. Jó, köszi szépen, köszönjük.
Mátyás, köszi szépen az 5 subgiftet, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Velem. Igen, az kibanizével pupos. Na, mit történt a bokas ügyedése van pupos, péltüdeje van neki, a másik 70%-os, mikropénisze van, gerincperdülése. Látom, rakockál is kiáll. Így van, így van. Pikkely sömör, hónaj penész, gyomra is fáj. Az az agya is nem működik, neki csak néha. Ja, tyúk szeme van. Bele kell rúgni a fejébe neki, mint egy ilyen padobozos régi Orion tévesz, akkor helyre ugrik, de néha ja, így. Le kell kapcsolni. Be bizony. Kézi vezérlés. Szóval tudtok segíteni ezen a fiatal emberen, szegényen? Ja, persze, mindjárt utalok. Jó, figyelj, csak ő itt a könyvelő, itt a könyvelő és a képviselő. Ha mondd egy kártyaszámot, már utalom is. Csak a kápiba hiszünk, az az igazság. Jó, megvárjuk. Most én vagyok a raptor fiú. Itt várjanak minket. Jó. Rendben. Lajos, szerepedben jobban beleihetnéd magad egy kicsit, bazd meg. Gügyöghetni néha ilyen. Hogy mondom, hát, hogy... Hát nem tudom, folyjon a nyál a szád szélén, apadjon össze a szemed. Attila, kösz a 400-at. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Dávid, kösz az 1000-et. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kicsit rácsajára. Arra, ami van, alapból arra rá kéne játszani, tudod? Oké, megpróbálok. Ide felállok, ide a teraszra, erre a kis padozatra. Te gyere csak ide, Lajos, nézd a... Igen? Látod? Na, azok pont izébe, fejmagasságban van a gyík. Ezt így találták ki, vajon kiszámolták? Ez egy szopató párkány. Szerintem ez az. És akkor mit kell... Én most petíciót fogok írni, hogy szopató párkányt minden városba. Érted, hogy a polgárok boldogok legyenek? Vannak ilyenek, hát ezek már az ősidők óta léteznek, öreg. Még te, verjéb. Mert igen? Erről is olvastam a verseny miatt. Nem is tudsz olvasni, bazd meg. Ha? Jó, van, nem én olvastam. Na ugye. Anyám. Kösz szépen János az 1000-est, kösz szépen szakárra, most arra gyűjtök szakárra. Gergő, kösz az 1 évet, Benjamin, kösz a 7 hónapot, Kunora 3-at. Hát, köszönöm. Él, persze, hát mi lenne vele. Nem borotválkoztam volna, muszáj volt. Kicsit össze vagyunk kapva. Barakasz, kösz a 400-at. Tényleg? Mert mi? Hát, mert... Oda szartás a rokba, vagy mi? Nem, mostanában túl sok pénzt kértem tőle. Nem, orra, az a gyerek az ki van kopaszodva, nagy Mickey Eger kopaszodása van neki, láttátok? Hát úgy néz ki, keci, mind a kettő. Anyat homlok. Már az a klikrek, tudod, Lali? Azt a kurva. Neked is van ikertesót, képzeld el, tudtad? Komolyan? Na, tegnap húztam. Figyelj, csak szerintem ezek átbosztak minket, ez nem fognak visszagyönni. Akkor hagyjanak. Szerintem is. Na, mindegy. Gábor, kösz a 2000-et, ne szépen köszi. Mikló az 1000-est. Család, mit mondott? Megrémültek. Tudod, mikor volt a megborotválkozva utoljára? 2018. És ide most miért jöttünk? Nagyon rég. Benjamin, kösz az 1000-es Zsolt, a 200-at. Igen, Lali. Te maradjál az izé, tudod? Fogyatékos királycsend. Igen. Zsolt, kösz a 200-at. Szép jó napot, meghoztuk a segélyt. Jó napot, azt hittem átbasztak minket, már így sírtunk. Dehogy is, tisztességesek. Már nem csónakot kellett volna evezni. Jézusom, itt romlik az állapota? Rendben, folyamatosan. Hogy ne, ez egy romlik megfele, mint a tej. Jézusom. Meg turósodik is. Még a csecsek is megereszkedtek, meg, láttam. Itt megereszkedik minden. Na, itt a fiatal embernek kell átadni a nagy vagyonokat. Köszönjük, Isten, az Úr áldjon meg, az Úr áldjon meg. Nagyon köszönjük. Próbálom csak tudunk. Látjuk, nagyon baj, egy kicsit többet is leszettünk. Jó, de rendes, hogy ház. Előbb meg tőlem tarháltatok, bazd meg. Szóval, hogy tele vagy több pénzzel. Na mi van, nem kapom meg? A kedvenc szám. Mi a kedvenc számod? Az Úr áldjon meg. Nekem? 8-9-0? Ma mondtam, 8-9-0. Hey Lajos! Hey Lajos! Főzzé egy dobit. Dobit főzzé, mert hátba rúgla. Szegény, tényleg amúgy egy kicsit szegény. Várjál, mert merre kell menni, bazd meg. Mi a problémája? Fölfelé talán. Fölfelé. Gyere Lajos! Jézusom. Gyere Lajoska, gyere. Tamás, kösz a 2000-et. Szűzvinistrás fejemre. Ne vagy már ilyeneket, bazd meg, hát zavarba jövök. Te disznó. Te disznóképű. Várjál, mert most... Aha, erre kell menni? Halló, kop, van itt valaki?
Elbeszélem, hogy a paszt csinálsz. Oké, akartam, bocs. Halló? Nincs itt senki. Bazzag, ez a polgármester úr. Meg az irodája. Gyertek pedig. Azt a kurva, hogyha van valami, nézzük már szét. A laptopot hozzad. Jézusom. Lajos, pakoljad el a zsebeidet. Jó, nézem már, mit lehet itt. Ott ez a szobor, ez a nagy hajó. Ez biztos sokat ér. Pesmények is. Bazd meg. Figyelj, mert én beleszarok ebbe a izébe. Kibe? Ebbe a vázába. Mi az? És lehúzom a nadrágomat. Hogy kell? Jó! Várj egy picit, lehúzom a nadrágomat. Hogy kell? Öreg, vigyázz, ha akkora faszod van, kinyitja a fiókot. Hogy kellett szarni? Nem emlékszek. Figyelj csak. Segíts már lehúzni a nadrágomat. Jajaj. Lajos. Húzd el a nadrágomat. Megfogom. Húzom, he. Oh! Megcsapott. Már egy picit. Azt a büdös kurva, miért ahogy... Jó! Jézusom! Lehallatszik ám. Mi hallatszik le egy zárt térbe, ha? Hát amit te beszéltél. Várj egy picit. Lajos, mellé szartam véletlenül, dobd már bele, légy szint. Jó. Dobd bele, ha. Azt töröld a tapétára. De mit hánysz, Dick? Mit hánysz? A TikTokod, ez semmi, bazd meg. Mert meg is eszik, ha kell. Tényleg. 3 coint, Dick. Mit fégyellősködsz? Mit hallgatózzal itt? Pusztulj már innen! Jó napot, tiszteletem! Tisztelet! Jó napot, uram! Fővelem az álladat! Ja, azért maga Jézusom, nem itt jön... Jézusom! Maga mi a faszomat csinál itt elnézést? Húd benne már fel a gögyeletet! Jöjjön be, legyen szíves az irodámba! Polgármester vagyok! Megyek! Mit keres itt? Mondja el, mert hívom a biztonságiakat! Bocsánat! Abszint kösz a 200-at! Major Office! Mi az igen! Na, figyelj csak! Azt a kurva, milyen kibaszott büdös van itt! Érzed? Érzem. Jó, figyelj csak, mit keresel itt? Hát, mit nem? Hát de mi a passzomat makogsz, bazd meg? Minek vagy itt? Ha? Ajjaj. Figyelj csak, ezt megmutatom neked, tedd fel a kezedet gyorsan, mert szemtelen vagy. Jézusom, Jézusom. Lajoska? Nézem már, belenézek a zsebedbe. Aha. Tibor, köszön két hónapot. Találtam egy tavaszi menüt, öreg. Az nagyon jó, tavaszi. Még forró. Azt akkor, ennyi? Jó, kérek? Ennyi. Na, hogy ne kérném? Hogy neki ingyen? Pintet. Nem voltál semmi? Semmi. Ezt a szarral szúrod ki a szemünket, Dick. Na. Tavaszi menü. Pénz, fia. Pénz? Aha. Menjünk ATM-hez akkor. Na, a faszomat már, ha mennék, menjek a pénzért, hülye vagy? Na. Ja, meg sem mozdulunk. Pakold is a ruháidat, az kotorja. Na, szevasz. Na, sziasztok! Szia! Jó, mondjuk a gecibe. Nincs itt senki, bazd meg. Milyen önkormányzat ez? Nem járnak, belopják a pénzeket itt. Bazd meg. Csoda, hogy be vagyunk recsembe anyagilag. De. Ezek meg nyaralnak, Dick. A nem befizetetlen adóból. Te adóztál bala, Joker? Persze, mindig adóztam, mikor dolgoztam. Elindjél már a passzolba, ne hazudjál, mert mit dolgoztál? Nem is dolgoztál soha. De mondom neked, hát nagy... Mit dolgoztál? Igen, ügyvéd voltam, ügyvéd voltál... Milyen ügyvéd? Erigyél már a passzomba, Dick. Meg énekes voltam, tudod? Igen. Mondasz, mennyit van passzom. Tényleg nem hiszitek el? Nem. Jó, bizony is akkor. Jó, hát majd be fogom bizonyítani, de miért kéne bebizonyítani? Hogy? Hát mit tudom én, ügyvéd bojtálkodjál már egy-két percig. Indul az óra. Hát most nincs kedvem hozzá, jó? De nagy csicska vagy. Hát miért nem vagyok én bármire bevő vagyok, érted? De valamit mondok, azonnal bizonyítok. Hát még jó, hogy nem párbajozunk, nem? Azt tűnjétlen, fújjam az orrom a nadrágomba. Hát az is jó. Nekem, ha beleszarsz a cipődbe, nekem az is megteszi. Jó, meg a pohárba, le, most megiszom. András, kösz az ezerest! Kösz szépen! Rosszul esik, hogy barátként nem hisztek nekem a munkát. Kösz szépen, kapkamsz a 11 hónapot. Nagyon szépen kösz. 30 évet fiatalodtam? Hát inkább nem akartam, de muszáj volt. Meg van húzódva a balbokám. Te mi kinek mutogatsz, te büdös köcsög? Jézusom. Kapjuk el a buzit. Yeah. Figyelj csak, te csöves, te hova mutogatsz, te passzopó? Segítség! Ha kurva anyádat, normális vagy? Te kinek mutogatsz be? Ha? Békezzed magad, te csicskozsák.
Állj meg, ha hozzád beszélünk. Márk, kösz a 200-ast, kösz szépen. Na. Ne állj fel. Elnézést, uram, a maga barátja ez a köcsög itt az autó mögött? Róna, az ilyen köcsög. Ha? Elnézést, uram. Nem. Ez a lehúzott gatyás buzi vezér. Ez a maga barátja? Nem. Ez a paszcibáló? Nem? Jézusom! Hát akkor mit bujkál a maga kocsija mögé? Azt a kurva, de rohadt! Kurva csúnya vagy, bazeg, rohadt! Tényleg, Geci, mint a szúr sem. Tényleg nagyon csúnya vagy, de nem rohadt. Nagyon undorítóan nézzel ki. Hát mi ez a partis pejdi? Mi nem néz ki jól? Nagyon csúnya vagy. Itt egy diszkóval esett. Hogy hajnali? Hát, hogy hajnali, egy nyíltörés. És aki adta a fészt. Nagyon csúnya vagy. Megláttam magát. Szonnan van ilyen kocsit neked, te mit dolgozol? Voltos futár vagyok. Voltos futár? Ő a sok állatot a zsodnából, mi? Tudod, ja, az ő meleg, ő más kicsit. Aki ott az a kocsiba, menjél be. Elnézést, uram, az előtt nem lehet dohányozni. Nem tudom, nem Jézusom. Tudom. Itt nem lehet dohányozni most. Jézusom! Hoppá. Te mit csinálsz? Figyelj csak hajas baba, te mit ütögeted a gyereket, hogy verjem a szádba? De ne menjél el, akkor legyen faszalattal. Miért ütögeted a gyereket? El tudod meg mondani? Véletlen volt. De mi az, hogy véletlen volt, te csöves geci? Te kit ütsz te? Te ütögeted a fogyatékos? Ha? Fogyatékos buzi gyereket megvered? Adjad nekik, azaz, gyomjátok! Azt ellopja a bellát. Nehogy lopok, bazd meg, úgy nézek ki, mint egy tolvaj. Becsületes vagyok, bazd meg. Nézd meg, ki kell szállnom pofán baszni a hajast. Hát, anyádod, hát nem bánsz le magadnak? Hallod, de borjú fejű, te pékezd magad! De a biciklis gyereket meg minek ütöd meg? A kurva anyádod. Na jó, most a kurva anyádokat megbasszátok. Nem szégyenitek magatokat? Te kire emelszkezett, te? Ha? Állj le, hidd a rendőrséget, te köcsög! Hidd a rendőrséget, megmondtam! Dick, ez a hálapista, állj le! Dick, ez véletlen, bocsánat! Te, tarjál ki 2000-et! Úristen, összeesett! Híjátok a mentőt, ezt főlesztek jelenpe! Jaj, bocsánat! Jó, na. Hát most mondom! Moretet... Jaj, véletlen volt! Hé, mi van nálam, Joker, bazog, Dick a szamuráj? Menjünk a faszomba! Hát én meg kefélek! Gyere, Joker! Ez egy nem lehet bírni! Szevasztok, hosszapó, hogy gyűjtsél! Szevasztok, mi újság? Jó vagytok? Jó, te? Kész egy kocsit? Van eladó? Most nézett, tényleg milyen vagy hát? Hát ő ez a kocsi? Hát te bossz észre! Ülj már vissza, ülj vissza Lajos, ne hahotázzál itt, jó? Ez nagyon csúnya, hát! Az hevedet! Ez kurva ronda! Induljunk el. De robbantott csirkezik. Szevasztok, hello, elnézést. Szevasztok, buzik, jó napot. Jó napot, tiszteletem. Tiszteletem. Rendőröket hiány már kell sokkalni bárra. Van eladókocsim, gyere. A sarjabba kiverik magukat. Battanj be a csomagtartóba. Segíjenek már. Battanj be hozzám. Hello. Ez a hajas geci, ez itt állandóan le akar rántani minket szájjal. Beszállj meg a csomagtartóba száját, kurulosan meg kirángatlak onnan a hajadnál. Szevasztok. Jézusom. Ez mivel mossa a haját, te? Elindulj ma onnan, ki bazd meg, aki állj meg öreg. Akkor na beszállt a csomagtartóm, nem te... láttad? Segítek csak, várjál, nyisd ki a csomagtartót, most kiütem. Jó. Azok a kommentek megöl, serdülő, hogyha igen. Na, szállják ki fele? Megint mit csináltál? Te, mivel mosod a hajat? Szedjétek már ki a csomagtartomból azt a gyereket. Állj már, hogy repopázzál, és most már fejezd be, jó? Megmondtam, hogy lemaradsz kutyába. Ki tudod szedni? Szedjétek meg! De egyben van a haja. Ki kéne nyitni a csomagtartót? Hát nyissod, bazd meg! Mi van? Hallod, figyelj majd, de te Tesco-s pónéló! Erigyél már a faszomba ezzel a frizurrával, légy szíves! Jó! Szállj ki kurva gyorsan! Nem csináljátok majd! Légy szíves, tudtok viselkedni? A kocsinktól meg menjetek távol! Most hasznosztam ki a izét, a csomagtartót! Jó tetted, köszi szépen, hogy kitakarítottad a kocsit! Jó van, nagyon rendes vagy, hogy így megtetted ezt nekünk! Nézd meg, csak nem bír magával az a félmessel a buzi! Nézzek a Lajos, hogy kiáll magáé. Látod milyen hamar kirepül a pénzegé? Anyádat te! Ne üssed te meg! Kettőjtöket verreked! Téged is! Lajos, álljál már le! Erre rendőrt kell hívni erre Lajosra. De ilyen agressziót láttál már? Ha? De elnézést, uraim! Ugye csak azt akartam még mondani? Basztok a nyulaim! Szabd le magadat, jó?
Azok, ti testvérek vagytok ezzel a gyerekkel? Ugyanarra gondoltatok. Szevasztok, szevasztok. Vagy a Lali? Lajos, neked honnan van megint egy ilyen nagy labor gyömbizalmat, hogy itt egy kiállsz, azt így ütöd az embereket? Hogy kérdezem nálam? Hát, téged védtelek, öreg. Engem nem kell védeni, bazd meg, hát... Érted. Hát, de öreg. Igen. Kérdezhetek valamit? Persze, természetesen, tessék. De ezt négy szem között szeretném. Ja, mert mindjárt. Jó, nem. Állj meg itt jókén. Most már... Elegem van szép a boldog, Dani mindig kihagy mindenből, bazd meg. Mondd el, nem, nem, lehet, hogy valami olyan dolog tudod, ami kényes téma. Lehet, hogy valami olyasmit akar mondani. Jó, befogom a fülem, jó? Na, mondjad, Lalika, mi van? Öreg, ilyet... Tudod, hogy ilyet soha nem szoktam kérni, meg soha nem is... Tőlem ne kérjél semmit, te karpiófülű geciét, biztos. Se pénzem, se semmi, igen? Hát pont ezt szeretném kérni, hogy egy hogy? Kis kölcsön nem tudsz adni nekem. Nem is a faszomba innen már most. Nem is Szalkára mennék átszállással, az csak jó, mert szobd le a Szalkádat, figyelj csak ide, így is tartozásokba vagy. Kérlek, öreg, kérlek! Nem, fejezd be. Öreg, légy szíves. Jó, mától fogva visszaveszem a nagymamai címet tőle. Ne, akkor ne. Nem kell. Befejeztem veled. Öreg, nem kell, akkor itt szakítok nem kell. Most. Ennyi volt. Nagyon szép. Aha. Megszír az úriember. Megvan szomorodva, most szakítottak. Bevette a gyógyszereit, amire adtuk a pénzt. Igen, szerint. Igen, a pénz. Jó napot kívánok mindenkinek. Jó napot. Az előttem lévő úriember, akinek hosszú fehér haja van. Igen. Gandalfnak tessen szólítani például. Gandalf, tökéletes. Igen. Bemutatkoznék. Jó, Szerga, Antonov vagyok a Satellite Force-tól, rendfokozatom. Azért őrnegy és jelvin számú 69-69. Szeretném leigazoltatni az urat annak tekintetében, hogy múltkor történt egy olyan fajta gyorsulásos megmozdulása, ami nem igazán tetszett a szememnek. Hát akkor be kell csukni a szemét. Gondolatnak. Hát azt nem tudom becsukni, ugyanis... Figyelj csak fölnök, amilyen őszinte lesz epagába. Engem gyorsult le. Kiítem most a médiát, a itt vannak az RTL klubtól. Elnézést, megkérdettem, hogy ne laptopozza az unokanővéremet? Így van. Így van. Szóval tiszteletem. Szíves, tegyél a kamerát, jó? Ja, tegyél a kamerát, te légy szíves. Köszönöm, személy jogok megsértése. Jó napot fölnök, akkor bemutatkoznék. Pillanat. Bangós Anyi vagyok. Egy kicsit, hogyha megkérhetném, aki nem az intézkedés alatt áll, azt álljon odébb, jó? Jaj, el lehet húzni. Megmutatom az izémet, lássa mostan. Bangó Sándor, tisztelettel. Nem látom még. De miért nem? Rossz a szeme? Lehet. Tudnak, elnézést tudnák rendet tenni, mert az az úriember nagyon néz a szemével is, szerintem ki akar rabolni. Melyik? Hát itt ez, ez itt a... Ez, az a haverja, a buzi gyerek. Az a nő, az ott a köcsögük, ketten rakják egy ott meg az anyjuk ott van, aki most szólt be. Mikor születtem? Hogy mutatom ez meg? Ez komplet egy család, rájuk szólna. Akkor kis legyen kis szíves, akkor itt az a három úriember, jó? A két titkos, illetve ja, légy szíves, menjetek el a faszomba. Jönnek odébb, jó? Megyünk. Ja, gyorsulás miatt beigazoltattak, Dík. Kik ezek? Segítők. Jó, már most hívjátok azért a belső ügyosztályokat. Na, mindjárt. Rögzítsi Lajos minden. TikTokra lőtt fel a live-ot most. Jó. Jó napot kívánok. Tiszteletem. Na, tiszteletem. Igen. Milyen probléma? Milyen gyorsulás? Bocsánat. Hát múltkor volt itt a kávéház az mellett. Az nem én voltam. Az utcával lejjebb. András, közt az ezres. Az biztos, hogy maga volt, mert én voltam a másik, aki konkrétan fölállt, és kíváncsi voltam arra, hogy hát mit produkál az úri ember. Ez hazugság. Engem gyorsult le. Egy rágolom. De most nem tudom, ja, aha. Még most... azt is megmondom, hogy egy piros színű az kis Volkswagen, vagyis hát egy ilyen kis bogár fajtával. Most lássa az izémet? Meg ez sok oda talán, nem tudom. Lássa most az izémet, a személyiratomat például. Várjon, átveszem. Várjál, mondja már meg, hogy mi a tajszáma magának. Így van, így van, azért szeretném emlékeztetni, hogy a BTK az 57. paragrafusának 4. oldalának 3. bekezdésének 4. sorába az áll, hogy bármilyen bűncselekményt követtünk el, szabadlábon védekezhetünk, illetve egyéb úton szeretném ismertetni önnel azon a jogszabályt is, hogy bármilyen bűncselekményt követett el itt az előttem álló szürke Gandalf úr, ezt önnek az aznap, illetve a következő 48 órában legalább, legfeljebb a 72. óráig kellett volna egy feljelentést tennie. Kettő, ha ebben a
így ez van. Nem történt meg, akkor sajnálatos aha. módon itt több igazoltatást nem történik. Így értem, én rendben van, és ez tiszta sor, viszont annak tekintetében a rendszerünkbe bekerült ez a fajta esemény, illetve aha. egy olyan listára került az úr, ahol lista, keressük. Így van. Így van, Pista lista. Nem Pista, de nem? Azért lista. De most egy Pista lista, ez például, vagy milyen lista? Bocsánat, mondja már, de azért, mert tájékoztatásra kaptam, ez milyen lista? Ez egy belsős rendszer. Lényegében. De mi ez a Ubuntu? Meg Linuxon nem mondanám körözési Nexus? Listának, viszont ja. attól függetlenül ezeket a fajta embereket fel szoktuk írni. Persze. Jó? Tehát az ennek jó. tekintetében, mivel hogy az úrt nem láttam így a városi életben, nem, nem, mert nem is ő volt az mostanában így nem ez tudtam elmondanám most, kerülteni, bocsánat, hogy közbevágok, de nekem van egy gonosz unokatestvérem, aki szextornak hívnak. Nézd már meg Joker, hogy ott van a bokornál, hogy szaladt el az előbb. Szerintem ő volt. Hát megnézhetem, megnézhetem. Nézd már meg, légy szíves. Tehát összekevernek. Köszönöm. Van egy gonosz unokatestvérem, úgy hívják, hogy Sextor. Ő nagyon gonoszságokat csinál, például a hazai gránátot ismeri? Mindig azt csinálja velem. Belepink a tenyerébe, azt az orromba nyomja. Ilyeneket csinál. Igen. Így van. És ez ő gyorsulásos versenyes is egyébként. Uh-huh. Tudom, hogy ő úgy hívja magát, átnevezte Torettóra. Tehát Sextor uh-huh. Torettó a hivatalos neve neki. És mindenféle igen, dolgokat igen. csinál így. Faszát belerak a kipufogóba. Ajajaj, itt azt hiszem már jegyzetelnem kéne egy kicsit. Leújozza mindig a kilincset a kocsikon. Uh-huh. Meg nem köpi meg. Csinál. Nem tudom. Azért mondom, hogy ő egy gonosz férfi, de általában összekevernek. Ha menekülésre fogná, akkor elég gyorsan csúszik az ajzé. Én nem. Kilincs, hogy be tudjon szállni. Így van. Lilla, nagyon aranyos vagy, uh-huh. köszépen. Nagyon értem, szépen kösz a 20 rongyot. Na hát akkor térjünk vissza. Nagyon aranyos vagy, köszönöm az állandó támogatást. De hát akkor a neve. Bangó Sanyu vagyok, Pölnököm. Na, nagyon szépen köszönöm. Sándorba... Születési ideje. Bocsánat, nem hallottam. Születési ideje. 1956, 12-19-edik. Nagyon jó. Így van. Szuper. Jó, rendben. Nagyon szépen van. Köszönöm, Lilla, az állandó támogatásra. Kérdésem egy olyan, hogy személyigazolvány van-e még magánál? Hát sajnos nincsen. Nézd, sajnos nincsen. Itt jön a Sextor. Tessen csak rá, ez a Sextor. Lássa, ugyanolyan izéje van neki. Aha. Csak ő egyébként... Szevasz, Sextor. Figyelj csak, most miattad baszogatnak itt a rákagyak a gyomron. És a hajaddal mi történt? Kihullott a menetszéltől, mikor versenyeztél? Te gonosz! Jó napot kívánok mindenkinek! Mondta le, igen, ott van az úriember, az jó barátok, csit baráda, legyen. Lássad, hogy dadog? Ez azért van, mert kettesben van rakva a gyerek, azt azért nem meri kettesben rakni magát, ezért visít. Mert már nyilgázom vagyok. Na, tedd már légy szíves, mert nem otthon vagyok. Tiszteletem. Személyi jogon meg jöttem ide. Köszönöm. Szóval ő volt az. Tehát tartóztassák le. Nem én voltam, mi történt? Gyorsultáink, itt terosz rám akarják kérni. Hát akkor mindig egy olyan kérdésem lenne, akkor beazonosítja itt az mellette álló úriember. Lerakja a fényképezőgépet. Várjon már pörök, nem tevékenységet a múltkor. Így van. Elnézést, de nem értettem, mit mondott, de nagyon hallok éppen. Semmi baj, ágyús volt egyébként Vietnámban, azért nem hallom. Igazi veterán. Több tisztességet a veteránoknak. Hogy hívják magát, bocsánat, mondja már nem. Szerga Jantona. Sextor vagyok, jó napot kívánok, tisztelet. Nem téged, bazd meg, nem téged. Hogy hívják? Szerga Jantona. Antonov, valami ruszki, mi? Maga ruszki? Az mi? Szégyelj el magát, hát? Én azt mondom. Szégyelj el magát, hát most. Én magával már nem hogy? Beszélek tovább. Mi a probléma? Nem, mert Tamár is, meg Rasputyi, meg a faszom tudja mi ilyenek, érti? Kovászos uborka, meg vodka. Én ezekben nem tudok részt venni, ne ragudjon. Öreg, én nem is lehet, hogy rá a borzsa. Tamás, köszi 200-at. Mennem kell letetni az állatokat otthon, ejj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 j
most tesz egy beismerő vallomást annak tekintetében, így hogy van. A mellette álló is barátja, vagy testvére, nem és tudom. És senkit nem ismerek igen? Ezen kívül itt a nehezen. Alátámasztja ezt, hogy egy autóversenyzéses, így van, autóversenyzéses megmozdulása, illetve mert úgy kezdődött, hogy elment bokártozni, azt ilyen nagy izéket nézett dolgot mindig, ilyen versenyzéseket. Kicsoda? A bicikli közé is izé kártyalapot tett, mindig úgy kanyarodott vele, meg ilyenek. Szóval ő a hibás. Értjük őre? Hát itt nekem egy kérdésem lenne csak itt Frank Cassel úrhoz, hogy a... Igen? Ki az a Frank Cassel? Hát tudja mindenki szerintem. Én nem tudom. Az főleg leginkább akire...
Igen? Leginkább aki hallgat erre, a névre. És hallgat valaki? Ugye? Fogtündér. Mi ez a szemtelenség? Bocsánat, tessék csak bemutatkozni. Hát ebből bazdmeg beállt a derekon. Én mindjárt jövök, elmegyek, dobok egy sárgát, mindjárt visszagyövök itten. Nagyon messzire ne menjen. Én a gyövök csak. Elnézést, bocsánat, hagyd kérdezzem már meg, hogy maga ki a büdös retkes bőrbe, kurva Isten faszad. Tisztelettel. Jó napot kívánok, Kolompár Zéró vagyok. Zéró kapitány, figyelj csak. Téged terrorizálni itt a fogyatékos gyereket itt? Ilyen penyit ülnek. Nem terrorizálom, hát én csak nem. Egy kérdést tennék föl neki. Tessen csak parancsolni, halljuk. De akkor ezek szerint ő a renkeszű, én nem tudom, ugye? Én ezt nem ismerem, ezt soha nem láttam még. Ez a férfi. Most találkoztam vele. Most itt neveznek csendkirályt játszunk, vagy miért nem válaszol? Ide jött hozzám, hogy vegyek neki egy sajtburgert. És cserébe kielégít szálljon. Aha. De mondtam, hogy nem vagyok se buzi, sem izé malac persej. Na most itt a Frank Castle úrral mi a helyzet? Ide küldtem, ide küldtem a szextort, ide jött kösz szépen. Elnézést, bocsánat, most elmenekült a gyanúsított uraim. Nem lát? Csak elmenekült a gyanúsított, hát itt... Kicsoda? Hát a szextort. Hát ide jött, azt mondta. Csipár kösz az ő CHF-et. Az probléma. Alatt a trikós. Na. Fehér trikós, a másik, ez a véznya. Mit jancsiszok? Mit írt a jancsi? Gyere már egy kicsit velem félre, légy szíves. Jó napot, te nekem beszélsz, ha? Nehogy neked beszélj. Krisz Rudi. Ja? Akkor bocsánat. Jó, figyelj csak ide. Itt szeretnénk tyúkokat be kéne zárni, ilyenek, szóval ha nincs semmi, akkor úgy elmennénk ide. Nekem a frekvenciája az lennének mondataim, hogyha meg így szólalni. Mit írt a Jancsi? Miért írják? Ezek tő mondatok lennének? Mit írt a Jancsika? Mindig tő mondatok vannak. Milyen tő? Pasztő. Tessék? Adtatok egy tippet? Kérdezzék meg, hogy milyen jogalapon állították félre önöket. Magának van itt dolga? Elnézést, uram, ne pajtalankodjon, itt legyen szíves. Szeretnék megkérni a kollégákat, legyen elnézést, illetlenül érintett meg. Az hat fejezzen, hogy most nem munkámat. Pajtalankodik alatt azok mindenki távozon a helyszínről, jó? Tudja az igazit. Jó lenne. Figyeljetek már, öreg, he. Ott milyen zenei... Kezdelegem lenni ebben. Én már voltam minden. Nézzük milyen Puzi. Koncertet. Te! Igazi nevet tudásra. Kicsit csinálni, szépen. Te! Köszönöm szépen. Ilyen rád rúgok egy olyat anyád, nem ismer meg, te takony geci. Minden. Mit bántod itt a fogyatékos barátom? Csücska film leállsz. Na jó van akkor. Nevelő pálca elő. Akinek nincs itt dolga, az elmegy innen, jó? Jó, akkor szeretném megkérni itt a rendőr urat is, hogy legyen szíves, a bizit tegye el, jó? A gumibotot, egy, kettő, még mindig én voltam az a rendőr, vagy az a szobatos, aki elkezdte ezt az egész beszélgetést, illetve igazoltatást. Úgyhogy lehetek szívesek akkor, jó, ennek tekintetében. Jó, tessék parancsolni főnök, mert már szarnom kell. Köszönöm. Mondja, mit szeretne? Elkérhetném, hogy a rendőri intézkedés hatályával lépjen, és mindenki takarítsanak el innen, mert itt már tényleg káosz van, már nem értem. Tessen parancsolni. Mert azt mindjárt megszoptatom, nyugi, utána téged is kapsz egy kis szívalut, jó? Kedvenc száma? Hát én ezt nem bírom tovább. Hát azért ne egyre szarjunk kérdezni. Nem bírok már mit csinálni. Hát itt főtartra, mondtam, hogy szarrom kell. Értem, hogy valami van a szimmeringem. Még éjszakad, azt a kurva. Ezek szerint holnap Jézusom. Reggel lesz az albán pékségbe kakaós csiga. Hát ha ezen múlik na. Rajta, nem múlik. Hát ha nem falod meg, akkor nem számát. Nekem a 929. Parancsoljunk uram, akkor megtenni ezt a tapjot eltakarítja. Lajos. Folyamatosan belevernél az órát a szarba. Szart, szedd már föl, légy szív valamivel, mert nem aktad én. Hát tisztes fizé. Zsebre teszem, hát ha jól lesz. Figyelj, szerintem bazdod a BMW szélyedet. Kutya szart. Tényleg? Jó, köszönjük uram, viszontlátás. Bácsi. Esetleg a szextóra találkozunk, akkor mondja meg, hogy legalább annyit tenne meg. Figyelj, már fogd már be a pofád, mert nem érteni, mit mond itt a biztos, hogy te köcsög? Jó, hát az egyik, a másik mondja, hogy megkér... Jó, akkor most én kérem meg. Anyádat már tényleg? Elnézést, rendőri akció, mert Jézusom! Álljunk le! Kapják el az agresszort! Jó, még egyszer nem szól. Te hova ütsz, te kis buzi gyerek? Ha? Gyere ide, te köcsög! Hát mit képzelsz magadról, a szart kiberem belőled? Há, nesze! Jó, hát akkor most nem kérem meg. Hallod, mi folyik itt? Tibor, ez meg baltába adjon. Uram, mit?
fejszével. Azaz, adjad neki a kis buzida! Hé, 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 hé. Hát de fejszézik, hát Malta van a gyereknél, az igen. Hé! Jézusom, rendőrgyilkos! Úristen! Ezt le kell tartóztatni. Álljál meg össze az 1000 millió forintot. Fogam, itt mi történt? Te is fejezd már be. Hát a bazzus meg normális az ilyen? Hát milyen huligánok vannak? Ezek nézik a TikTok live-ot. Elmondaná, hogy mi történt itt? Hát nem látták? Megtámadott ez a kis puja Baltában. Az történt, hogy folyamatosan inzultálás van, és nem értik meg normálisan azt az emberek, hogy menjenek már odébb a faszom az 5 perc hírnévbe. Na. Én nem akarok beleszólni, ott is verekednek, hát lesz ott verik egymást szét az emberek, értik? Én menjenek, intézkedjenek, uram, jó? Én beadom az azért főré, polgárőrséghe. Elnézést, ne latapozzon már az unokahúgomat, ha megkérhetem, már hányszor mondjam el. Jó, akkor legyen szíves, tudja, mit álljunk a falhoz, tegyél a kamerát, és mindjárt megyek oda, jó? Jaj, írok egy csekket, személyjogok megsértésért. Köszönöm. Így van. Na, akkor jó. Akkor mondják meg, legyen szíves a Sextornak, hogy legközelebb, jó. Annak tekintetében ezt így tovább folytatja, ez egy dupla. Jó, megmondjuk, hogy menjen be a rendőrségre, akkor... Egy pillanat türelmet szeretnék kérni a szatos kollégától, egyébként én közben feljelentést szeretnék tenni. Jézusom! Kinél? Egy 2-3 hónappal ezelőtt jártak nálunk, amikor is segítséget kértek tőlünk egy bizonyos kisebbségi csapattal, és hát azóta nem sikerült az uraknak törleszteni ezt a figyelj, bizonyos csak, dolgot, amikor az éttermünkbe jártak. Ki se látsz abból a szemébe, mit magyarázol? Ha Esmeralda. Menjen innen. De már ott akkor innen a hatóság, hogy jó. Nem, magának mondom, ugye ön kezdte el az igazoltatást. Nekem nem mondja, megmondom, hogy miért. Mert én konkrétan az egy dolog, hogy igazoltatok, viszont egy fejlentés az már nem az én hatásköröm. Az a közrendőrök hatásköröm. Fogadás volt, srácok, fogadás. Annak tekintetében viszont feljelentést nem szoktunk felvenni, jó? Uh-huh. Meg telefon sem. Igazából a közrendőrök, tehát SPP, LSPD, LCPD, meg annak társai, jó? Kuráció kérhadlag, ilyesmi. Megértem tökéletes. A dolgot, csak attól függetlenül Csipár, nem veszünk fel feljelentést. Legalább emlékeznek egyébként az urak, hogy miről van szó? Nem emlékszünk. Nem, találkoztunk. Hazudsz itt össze, viszont soha nem láttalak. Akkor ennek tekintetében akkor legyenek szívesek. Tovább fáradni és további szép estét kívánok. Köszönjük. Viszlát, viszlát. Köszönjük, köszönjük. Viszont lehet, és további szép napot. Már szia, viszlát, köszönjük szépen. Viszlát. Viszlát, hello, viszlát. Viszlát, viszlát. Köszönjük. Hello, viszlát. Urak, még egy kérdésem lenne azért magukhoz. Valaki beszél, vagy csak szélfújnál. Ja, elnézést biztos úr. Igen? Nem tudtam, hogy maga az hónapot. Mit tud nekünk segíteni, azt szeretném megkérni. Kérj egy kis apró, nem tud ki segíteni, mert... Nézze meg, a gyerek nem bevett már 2 hete. Össze van szikadó, mint egy múmia. Okay. Nézem már rá. Te bírod neki én fizetni. Hát egy kicsit tudok adni. Köszönjük. Jó lenne, tudja már. Én Troy Harper. Nagyon éhezem. Én is. Nagyon. Harper. Na mi a kérdés, főnök? Gyufa hát őrmester. Itt a... Rombizli. Nem Gyufa őrmester, nem Rombizli maga? Nem szerepelt abba az éve? A varázslós... Tudom, nem ebben? Szerepeltem én sehova. Ez a Ron Weasley, ez a Ron Weasley, dika sárvérű, hát. Megbasszad a Hermione-t, azt beszélik. Megbasszad őt. Szopattam. Bassza, kúrra, de nem most az a lényeg, hanem az, hogy én itt a Frank Castle kis barátjukkal mi a helyzet? Nem tud, soha hát nem tudom. Nem tudjuk, hogy kivel nem voltunk barátok, soha el kell, hogy mondjam. Meg hát ő szabad életet él, tudja, ha valamit akar. Elnézést, kényszerítik a barátomat, hogy üljön befele. Szálljál ki! Állj meg, te csöves, kezeket föl, a polgárőrség! A kurva anyjukat, hát itt rabolják el a csöves, geci. Szia. Amúgy szerintem most raboltak el egy embert innen előre. Így van, Ron Weasley, hova figyelsz? Dudáztassa meg a fejedet, hát. Hát én magukkal beszélgetek. Hát ott van 600 darab kollega itt szanaszéjére. Ki kell hinni, ki kell hinni mindenkit. Ez a beszélgetés, ez nem annyira fontos. Dáriak ezt az ezres. Hát igen, emberi élet az fontosabb. Igen, az emberi élet az fontos, de éppen ő... Na látom, hogy maga egy kis passz, kér egy kis passz, mi? Ágét, itt van úristen, lesmárolt engem, mert rendőr, állj le rombizni, hát! Tudtam, hogy egy mocskos szemét tárdom majd. Szégyed magad! Ez nem rendőri kúr túlkapás, ez ő... Jézusom, láttad ezt? Úristen, ez tiszta Mike Rims íze volt neki, hát. Szevasz, öreg. Szevasz. Gyerünk a gecibe, Joker, gyerünk. Na mi volt a kérdés amúgy, azt föltette? Rombizni. Mi volt a kérdés? John Cassill-lel kapcsolatban, hogy ő
Szerettem volna tőle kérdezni, hogy új az előző... Magát? Igen. Nem új az ja, a... De. Ma zöklözni kell, hanem hogy ő befizette az előzőleg kiszabott csekket. Ja, azt nem tudom. Hát nem hiszem, az egy nagy link geci. Szerintem nem fizetett be semmit. Elarul sem magának után. Ez nem probléma. Barrabás! Tessék parancsolni! Kis rózsát ne fogadjék! Muszettem fel! Én tudja, mit fogadok el? Egy torkozást ott a bokorban magától. Érti? Én az alatt nem fogadok el, rózsa kell a gecinek. Mi vagyok én? Én nem a temetőbe pekszek, hogy virágot hozzá nekem, Dík? Akkor mit hozzak magára? Érted? Semmi sőt. Haló! Rendőr! Dík mi flagba, há? Rév tudna jönni? Te figyel csak! Először is én nem tegeztem magát, ja. Másodszor megszólítsuk meg egymást tisztelettel, jó? Jó, válaszolni nem bír. Arról, hogy gyára kérdezett. Szólom, kérem egy kis készpénzt. Menjünk a faszomba, hogy nem annyi kadni bármarit, hogy borzasztó. Nincs uram magán, nincs egy kis apró. Kis apró, nincs magánál. Úgy nézünk ki, mint kéne, van apró, basszom ki a gyomrod. Ha? Most tisztelettel mondom, mert pölütöm az állodat, meg a telefonkönyvet is. Szórek, érdekel? Menjél. Menjél a faszomba, hát az előbb ide ütülütögetni. Vanyádat ja, már nem értesz. De rohadt szemétláza, erigyélj a puja. Hangszóról nem érdekel? Kell a gecinek te. Gyerünk minden a picsába. Én egy kucsi, nem? Hát bazd meg, sok minden kéne. Jó napot, öreg! Szia, figyelj, majd kérdezhetek valami? Azt mindig, hogy ötöt, jó napot, 5-4-es rádió, mert a barátjuk... Jó vagy, úristen! Jó vagy, bazd meg! A barátjuk ott van a 5-4-es rádió. Szia! Milyen barátunk 5-4-es rádió? Nincsenek barátaink, bazd meg, össze-vissza beszél. Ezt kéne elvinni, Dík, a nagy kombit. De? Na jó, ez jó. Ez. Elnézést, vigyázzat! Te büdös tojás! Te Lajos, hova vitt ez a köcsö? Nem tudom, beszállt egy érzébe terepjáróba, láttad? Nem lehet, hogy ő keres meg az 5-4-en? Tókolom! Na figyeljetek ide, ne fajtalankodjatok itt a közétől, baszok! Azért álljatok már le! Tengri, kösz szépen a 2,5 eurót! Ez megvagyunk, meg semmi baj. Ez mit megyen ezt te? Nem tudom. Két személlyel vagyunk, csak mondom. Nézd meg, hogy dudál ez a kis buzi. Most miért mondtad, hogy két személlyel vagyunk? Mert akkor lassabb a motor. Ja. Már meg akkor már azt hittem 3, az lett volna az igazi meglepetés. Menjünk, lol, most akkor mi van alatt erről? Azt kérdezem tőled, nem ő van az 5-4-en? Tudja, geci. Már egy picit, ezt így felejtettem a múltkor. Ja, az tényleg az, aha. Tankolni kell lassan bele, vagyis hát tölteni az aksi. Hol, itt a benzinkút, nem? Az mi a faszomat csinált, Dík? Itt van a benzinkút mögötted. Fordulj meg, itt van egy múl. De merre van? Ott volt. Látod ja, ott ja. A hirdető táblát, itt jobbra, ott van, ja, nem? Ja, látom. Ez nem, hát ez csak egy bolt, nem vagy, de... Van pénzed, mert nekem nincs. Ó, hát nem sok hát. Ah, ne izélje már Joker, hazudsz állandóan, tele vagy, mint a pap gecibe. Na, mondom. Az igazság. Na, itt nem tudom, hogy lehet a tangolni. Muszáj volt, gyerekek, muszáj volt. Nem lehet? Ne szokasd meg. Várjál, várjál. Ja, de, lehet. Várj egy picit. Aha. Gyerekek, a like, a megosztás teljesen ingyen van ebbe az adásba. Teljesen ingyen. Tudom, hogy felfoghatatlan, és hihetetlen, hogy ilyen experience-ekkel készültünk a mai adásba. Ezt tudtuk hozni nektek. Úgyhogy ne legyetek erestek élni a lehetőséggel. A másik nagyon jó dolog, hogy felkeltél akció, mert nagy húsvéti akciók vannak, leértékeltünk mindent a picsába, szari húgyé mennek a szajrék, szóval meg tudjátok tekinteni. Megyen bele a matéria, te fiú? Hát, előttelek, ja. Oh,
Van, már megjavítom, jó? Ha persze, hát akkor már úgy megjavítod, azt mondja, megnézem a rádió, mi van? Meg, ja. Akkor megcsinálom. Ennyi volt, 5-5-4? Tudja, faszom. Berecsi, kösz szépen az 5 eurót, nagyon-nagyon szépen kösz. Boldog születésnapot neked, 30 éves vagy, amúgy te nagyon régen itt vagy. Haló, faszopó. Nem mutatja nekem, igen. Ja, nem mutatja, bazd meg, bocsánat. Nagyon szépen köszi Melecskinek, nagyon boldog születésnapot, 30 éves! Hát, jó? Ki tudom, nem ismerünk senki a srácot. Boldog születésnapot neked. Hát nem ismerünk senkit. Nem buziskodunk, mondjad nekik. Ugye csak várj egy picit, egy pillanat, jó? Csak kihangosítom azt a rádiót, hogyha tudom, oké? Okay? Nem lehet kivenni, hogy mi a faszokban. Most van faszopás. Asszó. Hallod, öreg? Tunk itt egy csodálatos fehér hóban, kockás inge derekára kötve, kék farmer meg a papok. Azt nem ismerjük. Hát ez ki a faszom? Ez a Norbi a izéből, a hódokból. A dugó. Lehet. Vagy nem ki tudjuk ki az, hát mit zaklatod? Ja, ki vagy? Telefonszámodat ő... Diktáld elég szíves. Odaadom neki a rádiót, mit szólsz? Beleszól. Úgyhogy fogjátok ismerni. Hát nem tudom, nézzük meg. Haló, tessék. Haló. Alex, kösz a 2005-et, nagyon szépen kösz. Éppen buherájra, hogy ahhoz se ér. Jó, hát mihez kell érted a mai világban? Gyere, megnyom meg a gombot. Ez a fogyatékosok. Ezek szenvednek hát. Műszaki analfabéták. Észt a nyomorékok hát. Pazd meg. Ezek nyomorékok. Se segítek. Mi? Nem értettem. Micsoda? Merítség. Haló? Ki gyerítség. Az? Vagyok Lali. Pali? Milyen Pali? Nem ismerek semmilyen Pali. Nem, Pali. Nappali. Pumpám? Nappali. A Vali? Valériát mondod? Te ismersz őt öreg, hogy Nappali? Vagy Vali? Én Pumpát ismertem egyszer. Én Kalimpát, de olyat nem, hogy Nappali. Azt én sem. Azt ugye már mit? Vali, hát na jó. Jó van, jó van, de ha hiába izé mondod nekem, mondom, ez nem Pali, ez nem Pali, ez Vali. Ez Valér. Na lehet, lehet. Te vagy az Vali, he? Miért így kezded? Szevasz Valér, mi a helyzet? Vagyok Vali. Já nem ismerünk Vali, he? Mit akarsz a rákegyek a gyomrodat? Mit hívogatol? Ha? Hát de nem hívogatlak. Hát most akkor mit csinálsz, bazd meg? Hát most is felhívtam. Ja. Ha? De nem igaz. Mi a nem igaz? Fasz szőrzet. Az pinaszőr, tesó. Igaz. Az nem igaz. Segítsetek már. Mi? Mi a baj? Hát nem is ismerlek. De mit kell segíteni? Sanyoli! Ha nem ismeritek, akkor nem fog kihagyogni. Jó, nem, persze. Sziasztok, hello! Szevasztok, sziasztok! Hello! Sziasztok. Hát, bazd meg! Ez ki volt? Nem tudom, ez Vali volt. Nem basszál valami Valit? Azt kérdezik, hogy itt vagyunk-e még, nem válaszolják. Halló, itt vagytok? Hívásba maradtunk? Ez kellemetlen mindig. Kihangosítsam? Hangos is, nekem mindegy, bazzú. Most mit akar tőlünk ez a buzi gyerek? Haló, haló? Te vagy az, Vali? Ne csak valamit csináljunk már. Hát nincs térerőt, hát. Lehet, hogy Ali? A TikTok. Te vagy az, Ali? Ez akkor... Ali! Lali! Lali! Jó. Igen, és mit akarsz? Hát elraboltak. Az szarű ügyetek. És mikor engednek el? Szabik össze az ezrest. És keresik a cigányokat, meg a titeket. Aha. Ugye már olyan fingottam a hátsó ülésen, és lerohadt itt a bőrülés, tudod? Komolyan? Kurva büdös, hát. Be is szart szerintem. Szerintem beszartam, ha jól mondja az öreg. Na, mit, hol vagy Lajos, akkor oda megyünk, érted? Mármint hogy? Merre vagy? Valami beszélek ilyen
Így mara ki az argamot, Zsami. Halló, nem hallunk, el tudod mondani megint? Halló? Értel velem. Halló? Te vagy az Fali? Fali? Na most ez Vali, az most letette én, nézni. Én nem Fali vagyok, meg Fali vagyok, hanem én Halló? Zeri vagyok. Ki vagy? Ki vagy? Halló? Halló? Zeri? Ki mindig a faszát veri? Házban a faszát veri. Halló, halló? Aha. Én nem hallom, te hallod, hát? Na hol vannak a cigányok, meg az én kis tulajdonjogom a Halló? A tulajdonjogod itt van, hogyha jól megszokkodod, akkor 20 centire is megrül. A cigányokról meg nem tudunk semmit. Persze, azt mikor mi nekünk a segítség? Halló, kellett, halló? Akkor az jó volt, nem milyen akarok, segély? Hogy halló, ez kórház? Segélyről beszél, segélyről beszél. Ez kórház? Milyen segély? Jó napot! Ha? Milyen segély? Jó napot! Szevasztok, cigányok, mi újság van itten? Jó napot! Szevasztok, ez milyen, ez valami meleg felvonulás? Várjál már, jó, egy kicsit. Bocsánat. Tartva vonalat, jó? Halló. Szevasztok. Mi van, passzopók? Itt az a csáv volt, itt lerendeztünk. De ez nem tetszett a hülyesztőbe. Mit magyaráz az a csicska? Itt ez a gyökér gyerek. Jó, már nagyon csúnya vagy te kicsit. Mit mondtál elnézést, mert nem hallottuk. Micsoda? Bocsi, bocsi. Várjál már, megint kerestek minket, pillanat. Várjál picit a másik csörög. Most mondja. Figyelj már, te takony. Ne gyere már ide, izé, amperpadni, jó? De mit mondtál, mert nem hallottam. Tesla, sülyeztek való, az nem a úgy. Mit mondgatsz te, érted? Na, szobd le magadat, te verébb arcú. Na, halló, halló? De mit csinál? Már sose derül ki ez a telefonbeszélgetés. Elnézést, uram, ne hibogasson, legyen szíves! Mit zaklat engem el? Ha maga a kormánytól telefonál? Ne haragudj, csak éppen izébe vagyunk itt nagy üldözésekbe. Az öreg meg katarzisba esett, tudod? Így van. Trombózisban nagy katarzisok vannak. Há, katarzis, tudod? Aha. Várjál, már egy kicsit le kell raknom. Le kell raknom pillanat, Vali. Várjál, Vali. Valérdik. A kuflikból. Ez a kuflikból a Valér meg a Bélabá. Jó napot, uram! Egy pillanat, csak most itt lerendezünk egy taknót, várjál. Legyen szíves, szálljon ki az autóból. Úristen, balesettől. Jó vannak? Jó vannak? Okay, jó van, uram? Nem nagyon. Álljál nem. Meg, légy szíves, belső segély, barátom az izé. Ja. Mentős voltam, meg felcser voltam. Mondjuk össze 11 hónapot. A második VH-ba, tudod? Én meg az öreg. Szevasszó. Együtt nyomoltunk a Call of Duty-ba, tudod? Így van. Call of Duty, igen, az jó. Na, figyelj, csak szálljál ki pele, mert pofán lesz baszva valaki. És te vagy a legközelebb. Jó? Mert van miről beszélnünk. Összetörted az autót. Egy pillanat, mindjárt jövök. Várj, tudjátok tartani? Ne hazudjál, bazd meg. Mi segítség? Haló? Vettek a cigányok. Állj meg, csöves gyerek. Tudjátok tartani? Haló? Vettek a cigányok. Jó, oké, mindjárt jövünk. Elkapjuk szerinted, Vulker? Tezen nincs hangom. Micsoda? Az Isten. Hallod, geci, ez olyan, mint egy vasmacskát irányítaná, bazd meg. Mit mondasz? Nem hallom, Vali. Elnézést, uram. Szállj már ki, hogy javítsa meg ezt a szart. Hallod? Zödöm. Van még egyszer, Vali, mert nem hallom. Halló, Vali. Mint egy csupasz csiga, úgy is érzem magam. Még egyszer elmondom, hogy egy fogadás volt. Ha? Mondjad. És muszáj volt a lebarotvára. Mert így tartanak fogva. De mi jó, mi legalább nem süt a nap. Ja. Ugye enni adnak? Ne. Inni? Akkor rábosztál, tesó. Érted? Na. Ezt a faszt. Nézd, amilyen lett. Amúgy csak kérdezem, milyen étterem? Ez mi a faszom ez a helikopter? Porter. Jó, figyelj csak, tudod tartani, mert van egy bejövőm, jó? Bazzik, te mi vagy te valami? Telefonközpontos Joker? Nem csak úgy tudod. Azt a kurva. Hűhe! Mi a baj? Jó, hol volt az az étterem? Valami kort, ez nem tudom. Hát te tízd meg a Teslába ott van elől a cucc, azt nézd meg. Már nem értek ezekhez a kutyukhoz. Érted, hát bazzol meg. Hajat sincs. Igen, amúgy. Hajam sincs tényleg. Valami kort ez. Mindjárt nézem neked, várjál.
megmondom neked őszintén, ezzel ki tudnak rúzsozni. Az még megvan. Hogyha érdekel. Húsos labellóval. Elnézést, jó napot kívánok, tiszteletem! Aztán majdám annyiban. Tisztelet! Jó napot! Nem, ez nem egy busz, bazd meg, hova szállnál be? Mi mell a hátadra? Már veszek repülyet. Valami kortez éttermet keresünk, nem tudják merre vagy? Illetve volt. Szép napot az önnek, mi újság van? Na mi a helyzet? Elnézést, a kortez éttermet keresünk, merre van? Nem tudják mire tenni? Arra, biztos Ali! Baszódjál! Normális emberi barcú! Aztán majd a magyarban. Kilóg a fejed. Nem hiszem ebben az állam. Anyat kupak ezredes, kilóg. Nem ez volt. Megbaszom a száját. Állj meg, légy szíves, Jézusom, jól vagy? Figyeljen, elkísérem őket, hogy ne basztassák, mit szólt? Köszönjük, merre kell menni? Várjál, visszaborítom. A telefonján van egy olyan alkalmazás, azt hiszem, hogy... Anyat kupak ezredes, kilóg a fejed. Hoppa, a pofád, nem érted, hogy beszélgetünk? Odaadom önnek a telefonomat. Hú, geci. Ez már csak ezt tudtam mondani, hogy kupakezredes. Ez nagyon ronda. Ez nagyon ennyi ronda. Volt, ronda. Ennyi volt, bazdmeg a szókincs, csak kupakezredes. Igen, elnézést, biztos úr, hol a kortez étterem? Már nagyon éhesek vagyunk, flamúznak itt, én meg a spadom. Adom is a telefon, mit szólsz? Pátunk ezt szépen az ezres. Jó, jó, de inkább mondja, hogy humba. Van telefonom, igen. Emlékszem, mikor az baszogattak a szőröset. Telik az idő mulat az ember. Igen, itt a telefonom. Várjál, kösz szépen a 10 rongyot! Azt a büdös kurva reggel! Szolgáltatások, és akkor ott lesz nagyon az aranyos vagy, köszönöm szépen. Elkeresse ki, és akkor rányom, rákattint. Nagyon szépen kösz. Az újocskájával, és akkor bejelöli a térkét. Kával vagy C-vel írja? Uh-huh. Igen. Cookies-t keresik? Az összes. Nem, a Cortez-t. De van olyan, hogy cookies? Az mi az valami meleg étterő? Cortez, az C-vel írják. Ja. Cortez, megvan, köszi, köszi, megvan. Köszi. Elkísérjem önöket, itt ne legyen magad, nem, köszönjük szépen, köszönjük meg szépen. Viszlát, viszlát, köszönjük szépen, köszi, de nagyon finom lesz a nagy izé, rántott sübbálló, köszi. Látod, öreg, beraktam neked oda. Na most a térképen a lokációt raktam. Igen, az, az, de látod? Hintelen már megijedtem, hogy tudod. Látom. Dehogy is, arra kell menni. És mit magyarázott ez a faszcibáló Lajos? Ki? Kérem, tartsa a vonalat. Jelenleg minden vonalunk Gyula, foglalt. Gyula, köszön 4500-et? Hát csak beszóltam nekik, tudod? Nagyon szépen kösz. Mit tudom én, elrabolták, vagy a faszom tudja, mit bánom én. Biztos jó, csinált valami fasságot. Itt balra, azt itt van előttünk. Hát tényleg voltunk már egyszer, emlékszel? Hát én nem emlékszek. Vagyok a... én sem. Jó napot, tiszteletem. Nem menj be. Tiszteletem. Jó napot. Megjött a izé szállítmány. Jaj, jó napot. Hát, nem akarunk nekünk itt tört, tökéletes. Nem tudunk bevenni, de... ide felállok, hogy lássak, hogy így. Benézek a lukon. Mondjad te, hogy mi a helyzet. Jó napot. De jó nem vagy itt nekünk, mert klausztrofóbok vagyunk mind a kettőn. Mi a faszomat kell alkudozni? Én meg ott kint nem szeretek beszélgetni, itt beszélgetni. Jó, így mondjad, nézd. Csak egy kicsikét felkeltsem az érdeklődéseiteket. Hát eddig igen. Ismerős a hely? Nem, abszolút egyszer nem jártam itt se. Egyszer se jártam. Egyszer se. Véletlenül sem jöttek ide cigányokkal, hogy segítenem. Nem, cigányokkal, de hogy is. Hülye vagy? Nézd már ránk, full fehérek vagyunk. Ja. Akkor nem emlékeztek, amikor a Yellow Jacket megdobáltuk Molotov. Hát se tudom ki az a Jack. Milyen Jack ez? Bocsánat, milyen Jack? Amikor is azt én nem viszkizem. Hogy bizonyos bontótelepen fogok kapni. Jézusom, hát hogy összekever minket valakivel, uram, elnézést. Nem. Mi nekünk csak egy telepünk van. Az egy izi, egy retek tagja. Egy lerakó, csak szimplán lerakó. Így van, le kell rakni. Az nem egy vas telep, oly, hát nagy nagyon sok baj van. Nagy faszokat kell a fület meg a ásceruzát. De most mit akart tőlük? Kik itt vannak? Hát tudom hol, én, kik, hol itt? Mi, van itt valaki? Itt senki. Dehogyis, hát biztos sportember. Sportember. Na, hát csak be tudsz jönni. Fátum, nagyon szépek, az a 20 millió forint, hát mi van ma veletek, gyerekek? Köszönöm. Friss levegőn vagyunk. Nagyon szépen köszönöm. Az öreg bekattant, tudod, az ártság, meg ezek előhúzak belőle. Hát nem szeretem klausztrofóbiát. Katona volt, és be volt zárva. 30 évig volt fogságban az öreg. Nem bírom, mert a körbezárt légkömbméterektől kirázom. Jaj. Na figyelj ilyen. Igen. Akkor ígértetek valamit. Az nem sikerült teljesíteni. De nem is voltunk itt, hát hogy? Szerződést tudsz mutatni, vagy ilyesmi van, anélkül basszatot tudod. Persze, kamerás felvételt tudok mutatni. Hát, kamerás felvétel, CGI minden, a mai világban az őt hát. Jaj, beledolgozik, az kész.
Három köz szépen a szubot, nagyon szépen köz. És amikor ott esküdöztetek nekem, hogy így úgy tulajdoljok, meg így úgy megkapok minden. CGI AI. Úristen, ki esküdözött? Én nem vagyok vallásos. Igen, jó. Az öreg sosem már könnyörgött senkinek. Segítsége, mindent a puszta kezével. Én vagy egyedül értem el. Mi a helyzet a cigányokkal? Milyen cigányok? Nem ismerek semmit a cigányokat. A bontósokkal. Ja, nincsen ilyen. Nagyon szépen kös rácok mindenkinek. Én meg az öreg, az mindig ketten párba nyomulunk. Így van. Legjobb barátok vagyunk. Így van. Mi dolgozunk, személytelepet vezetünk. És ki az a harmadik köcsög? Nincs harmadik, mi az, ketten vagyunk. Mi az, hogy köcsög? Akkor ki az a másik fehér trikós? Kicsoda? Kölök. Az a kapafogó. Mit tudom én, kiről beszélsz? Nem láttam soha. Te is figyelj, ott van fent a tetőn. Hol? Gyertek már, nézd már meg. Vagy nézzük. Aha. Csak egy pillanatra ugrok be, jó? De mi most ilyen madárdeszkát cserétek, vagy ilyen ácsmunka van? Hát ja, ilyen olyasmi. Ja, nem vágom ki az. Most figyelj meg, hogy merjél abban a nagy pampuskaszádban. Most azt a fogyatékos gyereket lelövitek, és... Mi lesz utána? Ja, felfordítod azt a széket, te. Az belősz 50 centi mélyen, vagy erre hokizol? Hát most mi? Nem akarok rosszat mondani, de te belesköcsök. Hát te kivel beszélsz? Tudod, azért van ilyen belem, tudod mi? Tudod? Tehát nem vagy na miért? Na mondja, te miért? Árnyékban legyen a buksid. Akkor szopod a nagy ez passz. Így igaz. Ez tudod, így igaz. Nagy kolbász. Minden, tudod, erre van egy jó mondás, hogy minden remek mű fölött áll egy kupola. Hát az... Így van. Na, most figyelj csak, mit akartok itt most így, mit akartok elérni ezzel az egész? Figyelj, én mondtam azt, hogy valami nem lett még nekem törlesztve. Igen, de és? Milyen úton, módon, milyen formában tudjátok nekem, az törlesztve. Figyelj, elmondom, mi lesz, kíváncsi. Jó? Látod itt ezt az autót kint? Ezt bedobjuk a tartozásba, azt itt se vagyunk. Tehát nekem Tesla nem kell, ilyen autók, meg pénz, meg ilyesmi nem kell. Nem kell, sokkal többet ér a kapcsolat. Mi? Ja, hát. Azt hittem, hogy pénz. Figyelj, bevő vagyok sok mindenre, de ilyesmire nem. De várjunk már. Most azzal, hogy megölsz egy gyereket, akit amúgy nem ismerünk, meg tényleg beteg, ide látni, hogy 45 évet. Hát te most kapod vissza a dolgokat. Ha nem ismernétek, nem érdekelne titeket, meg ilyen nem jöttetek volna ide. Valamiért mégis itt vagytok. Azért, mert azt mondtad, hogy jöjjünk ide, azt nem mondtál semmit. Azt, mi nem vagyunk parasztok, akkor már csak ide nézünk, figyelj, nem? Figyelj, hogy menjek már föl itt, mert most nem bírom ezt a körbecsárpalokat. Hát óvatosan, mert ez a létre nagyon szeszélyes. Hogy nézzem. Felőlem mennyi, de nagyon veszi. Megnézem, én is vigyázok rá, jó? Mindjárt, jó, már ne menj el sehova, mindjárt itt vagyok. Figyelj csak! Hallasz most itt odalent? Mondjad már neki, hogy megcsináljuk neki itt a tetőszigetelést, mert szarul van itt leporrasz. Figyelj csak, fejlettünk itt az öreg, megnézte, hozzuk a gázpalackot, tetőszigetelést megcsináljuk, mert úgy látszik, hogy itt minden feljött, fölázott neked, tudod? Hát a kátránypapírt is szaljuk, mora ázik az egész. Mondjad neki, megcsináljuk, azt akkor egálba vagyunk. Jó, figyelj, megcsináljuk, aztán engeded a fogyatékos gyereket, akit sose ismertünk amúgy, jó? Hát de át fog ázni, azt mondja, semmi köze nincs hozzá, azt mondja. Istenem, ezt a buzit. De nem érted? Figyelj csak, elkezd enni a penész, azt át fog kúszni oda, nyakig fog szállni a penészbe. Oda, érted? Tehát meg akarsz dögleni, hülye vagy? Tudod, milyen fontos dolgok ezek? Feljön, meg kell neki mutatni, hát de szülye, nem lát a szemét. Szét van húgyozva az egész szigeten. Baszdmeg, hát itt is fel van ázva, itt baszdmeg végig kell. Nézd már, meg a tisztelők, hát összeporrozva az illesztések, nézd meg. Azt akarod, hogy átkusszon a másik épületbe, azt nyakig ugorjon rajtad a gomba? Figyelj, sok jövő, a ki van. Anyagárba. Mi nincsen itt kifugázva? Látod? Mondtam hát nincs összeporrozva rendes, tudod? Na és mivel szigetelnétek? Gázpalackot, szurok meg ezek, tudod? Aha, kátványpapírosan? Megcsináljuk, tudod, azt akkor meg vagyunk egálba. Most ja, megyünk, elengeded a gyereket. Elmegyünk, azért veszük a cuccot, mehegeztjük is lefele. Érted? Nem, mintha számítana nekünk az a gyerek, mert nem ismerjük, tudod, azért ezt kiemeljük mindig sokszor. Ne essen félreértés, mert hogy mi sose találkoztunk előtte. Jó, legyen. De láss, hogy milyen rendesek vagyunk, megcsináljuk a tetőt, tudod? Legyen az, hogy a tetőt majd valamikor megcsináljátok, és ahányszor esetleg Riárd köszök itt. Hát akkor most megcsináljuk, jó? Hát... Elnézést, uraim! Jó napot kívánok! Tiszteletem itt a nagy kannibál lövöldöző gonosz férfiakkal. Tisztelettel! Most megbeszéltük a csicska főnökükkel, hogy eleresztik ezt a vezérbuzit. Cserébe leszigeteljük a tetőt, jó? Hát, hogy akkor tessen mellett. Jézusom, ez Úristen, jó vagy, Lajos? Ja, igen, öreg. Ha, jó van, figyelj csak, most megbeszéltük. A gilisztapejűvel megbeszéltük. Aj! Jó? Hogy? Hogy eleresz téged, de akkor meg kell csinálod neked a tetőszigetelés.
Nekem? Hát te iszonyos vagyok. Te nem popázzál, mert inkább meghalsz, buzi gyerek. Te tényleg egy idióta vagy? Mondjuk nem. Nem. Na ugye. Ugye. Na. Nem gondoltam volna erre. Srácok, még egyszer mondom, hogy nagyon sokat írjátok a cseten. Fogadásból kellett megborotválkoznom, bazd meg. Soha nem akarnék megborotválkozni. 8 éve voltam megborotválkozó utoljára. Köszönöm. Jó, és akkor értik, hogy mi a helyzet, ugye? Hogy de, minden világos. Köszönjük szépen. A gyere, te csöves. Hát de azért még a főnököt várjuk meg. Ja, hát persze, de nincs rádió. Hogy rábólinte. Igen? Hát én nem vettem fel hitelt, te vettél fel hitelt? Én nem, mert én nem hitelezek, bazd meg. Én semmi fizetek mindent. Érti. Azt mondja itt a McGregor, tudod, hogy izi? Törleszteni kell. Aha. Na figyelj már. Igen? Én egy dolgot, hogy nem kell se pénz, se kocsi, se semmi. Mondom, hogy baszni akkor ez, igen? Hát te mondom, hogy megcsinálják a tetőt, kapsz úgy, kiömlőd, beömlőd, szag elszívót. Nem. Mondjad akkor milyen infó, tessék. Bármi, amikor én kerestek titeket. Jó, akkor elmondom neked, hogy az egyik lábam rövidebb 2 centivel. Bokos sérülésed van? Igen. Azt tényleg van. Az csípőpiccamnak hívják, öreg. Így van. Milyen betegsége van még? Sortopic cipőt hordok, a nyakam is meg van nyúlva, gerinc hát, felé. Hát ahogy elnézem a bele itt fölött, még csuk melled is van? Az nincs. Hát de kint vannak a csöcseid. Hát azért, mert itt szeretem, tudod, érzem, hogyha lengedezik. Olyan, úgy érzem magam, mint egy szoptatós anya. Néha benyálazom és úgy biciklizek. Valamint ha szopnál valaki a csöcsömet. Ez az igazság, mert én erre vagyok izében, berendeztem. Ja, igen. Néha veszek ilyen bimbó tapaszt is, azt pedig pőrakom. Igen, és az öregnek olyan jó szóval képzeljétek el, hogy az állatkertben a delfineket is szoptatja, hogy adja a tejet. Hát. Baszom is őket. Tejet szokott leadni. Amúgy ti miért akartok engem átbaszni, hogy nem jártok itt soha? Én nem látom, most megmondom neked őszintén. De téged nem láttuk soha, téged megregul, hát ja, most mondom. Ja, csak meg annyi helyen voltunk, mert ki tudja, hogy mi a helyzet. Lehet, hogy jártunk itt ki. Valamelyik kötöknél véletlenül nincs egy szórólap. Az minek az? Egy szórólap, ami rajta volt egy csajatos helyszín, meg jó, én megmondom őszintén, hogy szimpatikus vagy, ezért készültem neked egy ajándékkal, nem egy szórólap. Nem mivel készültél? Az mindig jó dolog, ha az öreg ajándékot ad. Kék színű virág, csak ennyi a jelünk. Nagyon hát milyen orchideát kaptam én? Persze, hát ez ilyen kedvességből, tudod? Szavasz, Vali, mi újság van? Jó, hát de nem meg. Vali vagyok. Amit bánom én. Csak Vali, kopádat befogod, jó? De nem ugatszik. Milyen szarba keveredtél már megint? Azt nekünk kell itt hegesszeni. Hát ki kevertétek bele? Hát nem is ismerjük, ahogy keverték volna. Hát 18 bazd meg. Hát ki keveri bele saját maga? Döntéseim vannak. De... Te! Hol most ott eszembe, öreg? Hát hol van az arany kabátod? Nekem sose volt. Aha, sose volt arany kabátja. Hát, de úgyis. Télen is izébe, fekete szemetes zsákot kivágom a fejemnek, sarkánál karomnak, az kész, az a kabátom. Akkor te szoktál fellépni az ilyen divadbemutatókon? Én igen, hát, igen. Na jó, mennünk kell, de akkor jövünk, azt hozzuk a gázpalackot, mert mindent földök, jó? Ja, mindjárt, figyelj csak! Leszigeteljük az egészet. Hol lesz szülőt is cserélünk mindjárt, jó? Mert úgy látom, hogy el van szívva a hangot, mindjárt jövünk. Ebben az a baj, nem csak a hangban elszívva. A lelkem is, ez a mocskos dementor gec. Itt mi a passzom történik? Hát, geci, elviszik az autót, passzom. A bűnös, azt a kurva, miért kik ezek az emberek itt? Elnézést, uram! Pillanatra. Jó napot kívánok, biztos úr. Tiszteletem. Jó napot. Valaki összetört a gépjárművüket, és két halott fekszik az úton. Tudna segíteni, mert itt kameratérfigyelőket kéne visszanézni. Mi történt? Miért van itt ennyi biciklis? Miért vannak épekszenek itt az emberek? Hát ezt én is csak bementünk beszélgetni. Látjátok, ez történik, öreg, hogyha nem... Kimaradtok, ilyen nem történt. Biztosan, mert nem ismerjük őket. Hello, kitik az a 9 hónapot, nagyon szépen kösz. Ez történik. Öreg, mit csináltatok már megint? Én semmit, bazd meg. Hát ártott. Várjon, rendőr úr. Most ez hát kérdezze már meg őket, hogy mit csináltak itt. Jövünk és Lajos, figyelj csak, gyere ide. Igen. Be? Nem, na. Légy szíves. Igen, mi segíthetünk? Bocsánat. Megyünk a gázpalacki. Gázpalacki, hozzuk itt, azt hegesszük lefele. Jó, mindjárt jövünk a szurok, már melegítik a szurok. Nem így lesz, nem így lesz, jó, a jó, nem hallom már, nem hallom.
Bazd meg Lajos, te mindig bazd meg csak a problémát csinálsz. Köszönöm, hogy megmentettetek el. Tartozol. Nehéz eleggé, jó? Mennyivel? Hát ezt öreg mindjárt elmondja ezt a... Nézd meg, ezt meglekedt a motoros bazd meg, he? Ne hazudjál, mert közelünkben nem volt semmi. Mondom öreg, hát én látom a visszapillantot vagy te. Te a holteret látod onnan ma, ez én arcomat. Én csak holteret látok meg ideje. Érted? Ez nagyon szar ez a kocsi, te fiú. Nem tudom, hogy kaka. De mi a passzol ez? Ez valami Tesla. Nagyon szépen közben Moska Gaming a rendelést, akcióban srácok a shopban. Aki valaha akart vásárolni, most nagyon le van értékelve minden húsvéti akcióban. Megint a motoros? Felkiált egy akciót, beírja valaki és akkor ki is rögzítem. Ezt egyébként. Azt a tartozásod, amikor fizetett kezektek a csóroknak, onnan kimenekítettünk lenne. Így van. De én nem tartozok nekik. Hát akkor miért raboltak el? Tartozol? Hát mert elraboltak, az kellett nekik, gondolom, valami alibi. Jó, tedd fel a kezedet, légy szíves, nekem. Akkor Alibaba van? Mi? Mondom, tedd fel a kezed. Mutasd már, Joker, mi van nála, légy szíves. Jó, megnézem. Mert lehet, hogy be van poloskázva. Így mora, ki van ficabodva a válla is neki, D. Tiszta... Egy kicsit. Hóna jött a tiszta retek? Szomorodjál meg. Hogy nézel ki? Jéééé! Lakáskulcs! Milyen mi lakáskulcs? Ez? Ne, az ne vedd el, légy de, de most oda megyünk ez a lakáshoz, csak mondom. Igen. Ez kinek a lakása? Nem érdekel? Jéééé! Lalikám! Ez egy milyen feladott szelvény ez? Mutasd csak, hát köcsög! Jó, hát lottóztam egyszer. Ott is csak. Jó, a lakáskulcsot is szépen elveszem, jó? Aha, pénz. Aha. Igaz egyébként a D-Hardban nincs annyi akció, mint értem, a shopban. Értem. Figyelj csak, itt van öreg. Igen? Feladott lottó szelvény. $1000 fizettél ezért a lottó szelvény. Hát, igen. Azt nyert? Nem tudom, odaadom, nézd meg. Hát én hogy kezd megnézni, bazd meg? Hát, tudom én. Hadd ide. Tessék. Vedd már le a kezed, még azt hiszik, hogy el akarok rabolni, te fogyatékos. Jó. Ez mi a faszom? De lottózót kell keresni, hogy beválts addig. Gyerünk meg lottózóba. Na, zsa. Hozok egy kocsit, jó? Jó. Anyádnak a házába be fogunk menni a kulcsoddal, csak mondom. Ki fogjuk pakolni. Tényleg? Bizony. Van ott valami érték? Tudsz valamiről? Persze. Na, mi? Tudom, hogy hol tartja a pénzét. Nézzük meg. Hova menjünk először? A lottózóba. Beváltsam a szelvény. Black Friday van decemberig. Megint de a motoros, nézd meg itt mögöttem, baszd meg. Nem tudom. Elnézést kérek, nézitek meg, mert ott le van írva, hogy meddig az akció nem sokáig. Fia, nem majd te a lottózó, hova? Hol a lottózó? Nem tudjátok? Ezekkel máshogy kell beszélni. Igen? Nem tudod mondani, hogy hol vagy a lottózó? Szóval jön a Friedenre, hogy maradjon sötbe, ott hát üldik? Ja, hogy tudom, de ezt értük. Én meg se szólaltam. Ja, meg se szólalt, bazd meg. Mit bántott szegény gyereket? Nem látod, hogy fogy a tépus? Az a szerencséje, Mókusz? Na, hol a lottózó? Mondják már meg ki, nem? Végül kaszinó, de abrotja. Kaszinó, de abrotja. Kösz, szevasszó. De te hova jössz? Úrra gyorsan szállják ki innen. A faszomat csináltak, hogy szállt már szakadt. Megborítottad az autót. Adjatok neki! Meg se köszöntem amúgy. Ja, elnézést! Köszönöm szépen, hogy elmondtátok, hogy hol van, jó? Jézusom, tartottak se a bűnözőket. Bűnöző. Kaszinónál. Te meg mióta lottozgatsz is, hogy nyilván faszcibálva, Lajos. Ki eresztette meg neked ezt? Ha? Hol jött ki az agyad? Nézd meg megint izé. Lajos! Na mondjad mi fel. A faszom van? Mit csinálsz? Hát most a tűzcsapot minek kellett kiütni? Lali, kérdezett valamit az öreg, baszd meg! Baszd meg! Így van, baszd meg! 12. Minek ön lottózgatsz itt?
De öreg, ezt én már megnéztem ezt a szelvényt, ez nem jó. És kiengedte meg, hogy lottozgassa? Megkérdezted a lottóügyi minisztert, a Joker? A szerencsejáték felügyelet? Mi az? Meg kell kiengedni? Így van, van jogosítványod? Nem fogunk írni a rendőrségre. Most büntetés fogunk kilóni, látod. A jogosítvány nélküli lottózásig börtön jár. Most oda viszünk téged el. Van jogsim. De a lottózásra arra biztos, hogy nincs. Igen. Mutasd meg. Arra is. Hadd nézzem meg. Hát most meg. Otthon van a sátorban. Jó, akkor viszünk a rendőrségre, vagy ideadod az összes pénzedet. Elnézést, uram! Geci, hát nem hiszem el. Te mi a faszodnak jössz nekünk, te veréb arcú? Menj már a faszom, majd nem. Azzal a rizs rakét a szarral. Várjál, hol van itt a lottóz anyag? Nézem. Szállj ki, Lajos. Felverem az álladat most már. Van jogosítványod a lottózásra? Igen, van. Hol van, te büdös köcsök, ne hazudj el. Ott van, mert öreg, nézd, az ott van a csába a bódéba, állít, eredetileg az, ott, tehát az szemben. Jó napot! Menj olyan ripulibe, hátba berlek. Tehát itt nem tudod, hogy... Emberes, eljje sorba. Milyen sorba tereked? Nincs is itt a helyed, eridje a passzomba innen. De mi az, hogy nincs? Mi az, hogy nincs, te csöves geci, hát a gyapot nem szedi le magát, te csöves. Eridj a faszomba! Hey. Hogy gondolod te, hogy te itt menj olyan kis korom? Ott beszélsz egy idős, nyugdíjat a turiemberrel, baszd meg! Fölveszem a csukját, fehér csukja ugrik befele. Az Isten, basszom meg. Aha. Vali, te meg nem véded meg őt, hogy mi? Várjál, meg kaparó sors egy ezek. Tényleg? Már megint nem kérdezted meg a felelést. Most hanyadik hét van, vagy mi van? Első. Te ne hazudjál nekem. Hol van, második. Hogy pérek fájl is ide. Hogy kell itt? Nyertem. Igen? Nem kérdeztél meg már megint? Add csak ide a pénzt akkor. Tudj ki. Már nem kérdeztél meg, Lali. Add ide, te passzokó. Hol vetted a kaparós sorsját? Arra van jogosítványod? Ott volt. Van jogosítványod? Nincsen. Akkor meg. Viszünk a rendőrségre. Most azonnal velünk fogsz jönni. Ja, itt van. Szelvény veszi őket. Most fogom megnyerni a nagyot, figyel. Neked nem adok semmit belőle, Lajos. Ne. Uram, én szurkolok magának. Köszönöm szépen. Meg lehet. Mi a helyzet? Hogy tetszik lenni ezekben? Elnézést arra, ugye, mert hogy kaparjam le a csizéket. Sem tudom beszélni, mert nagyon izgulok. Adok egy 100 cigit az úrnak, nem mondjon le. Ja, most nem menni. Nyerted, nem? Ezzel nyertem. Mert 14. Ugye? És hol kapom? Be kell ez a véna, ezért kaparósa. Hát hogy a faszomba kell? Milyen véna, ha? Nézd a... Elfelejtettem ezt, hogy kell jelent? Bátran, idős ember... Nagyobbnak kell lennie, mint az összes gyerti szám, nem? Boxódi akar? Ugye? Ugye, már te miért racsolsz? Garatodon agadt egy fasz, vagy mi? Hogyne? Hogy van ez? Jöttem el? Várjál, mert egy paparom lefele bald vagy. A faszomat verjen bele ebbe a kibaszott sors egybe, nem nyertem semmit. Ó, Lalika megint húzgat, hogy ahogy tudod, nincs engedélye. Aki kérdő a csikrét az érettségét! Mutatok nektek valamit, megfordulni? Azt nézd. Megfordulni. Igen, és? Megfordulnak, igen. Ja igen, hát követnek minket, bazd meg, hogy négyen. Ezt már észrevettem. Megfordulok. Aha. Mutat? Bejövök. Nagyon régen kaparó sorst jegyeztem. Azért nem emlékszem, hogy hogy kell, de játszottam vele. A legnagyobb nyereményem 25 ezer forint volt. Most emlékszem, akkor nagyon jól jött, bazd meg. Egy karácsony előtt volt. Nagyon-nagyon-nagyon régen. Figyelj. De kaz után futok. Menj már innen, bazd meg! Elnézést, uram! Nem tudok nyerni, akkor kaparóssal. Jó, van, figyelj csak, Lali, fogd be a pofádat. Jó, mert messzire mentél mámmal.
Meg se köszöntett, pedig, hogy... Majdnem nyertem. Jó, nem érdekel, bazd, mert meg se köszöntett nekünk, hogy izé. Oh. De mi a fasz csinálsz, Joker? Stoppolni akartam gyorsan. Kislányom nem mondhatja, hogy szúr az arcod, ugyanaztán. Azt mondhatja csak, hogy izé. Ilyet. Figyeljétek itt a bugatt is, már megint el. Szörnyű vagyok, azt mondta. Hol a bajszom, tegyen vissza. Igazabban. De egyébként nem elfelejtettem. A nagyobb számnak kell lenni az a középen lévőnek, mint bármelyik már. Azt a kurva. De azért elrántottam a kormányt, kemény. Neki mentünk, bazd meg. Hát nálad, jaj. Ajaj. Lajos, a múltkor játszottunk a számítógép terembe. Vagy te nem voltál ott, amikor szarvasossal játszottunk? Szarvasos? Igen. Szerintem nem. Jézusom. Én félek a szarvasoktól, mert jól van, egyszer álmodtam velük. Ez mi volt? Hogy pókereztünk a szarvasokkal. Az király, az nagyon jó. Oh! Mi van? Mit hallgatsz? Fogd meg a Joker! Fogom, hány? Nem látod? Az osztó szemben többnek kell lenni. Az osztó... Ami középen van? Az a... Nem sem mindegy, nem nincs nála, nem tudom megmutatni. A kisebbnek kell lenni, aha. Értem. Madmor fasziszt. Jó vagy csak kibasznám. Persze, miért? Hát csak úgy csendben vagy. Hát most magamba zuhantam itt Lajos tevékenység egyáltalán nem szimpatikus. Miért? Meg se köszönte, hogy megmentettük, bazd meg. Érted? Nem, mert megköszöntem. De nem eléggé, nem eléggé köszönöm. Itt ott tudod meghálálni? Hogy itt megállunk az autókereskedésnél most Jokerrel, és megveszed azt a kocsit, amit kiválasztok. Így. De azt gondolom, hogy ez egy megfelelő módja lenne ennek az egésznek. Elnézést, uram. Hey. Jézusom, te normális vagy, bazd meg? Most tanultam vezetni. Jó van, akkor figyelj csak, föl lesz a jelentbe. Hát, Geci, nem hiszem el. Elnézést. Szabad egy mellnézést. Figyelj csak, szállják ki fele? Á, dehogy. Állj, szállják ki, mert fölírom a rendszámod, az meg lesz elbaszva. Föl ki kell fizetni, Petét abban nálad? Hát igazából nem, nincs nálam, de tudok egy kis pénzt adni. Na, pont annyi hiányzik, hogy 1 millió. Cigit elfogadsz. Hát azt nehéz beszámolni az egy kurigába. Figyelj, van nálam egy cigi. Dalma, köszöni 700-at! Adok egy kis cigit. Nem dohányzok. Hát akkor... Ne, jaj! Úristen! Jó virág! Híd a rendőrséget, ellopták a kocsidot, bazd meg. Jézusom! Assz a kurva, ilyen dolgok, Jézusom! Assz a kurva, azon mi történt azzal a köcsöggel? Nem tudom. Az anyám basszam ki. Úristen, vigyázzanak uraim, mert nagyon nagy baj van. Vigyázzon, úristen, legyen szíves, Jézusom, vigyázzon. Úristen, jól, elnézés. Menjenek már arra, mert nem lássák, hogy vészhelyzet van. Azok tönkre teszitek a kocsiba. Na még egy ilyet azért kipróbálnék egyszer. Egy viper. Szevasszok! Vermosz, kösz szépen! Állj már meg! De akkor ne itt javítsál máshol! Gyere! Hát akkor menj, megyek utánod. Úristen, baleset! Te Lajossal mi a fasz lettál megint? Máté, köszön 4! Szubix te vagy. Minusz 10 év. Hát gyerekek, én nem örültem, hogy le kell borotválni, de fogadás az fogadás. Ez van. Még Jokert én megnézném csupasz a borotválkozni. Úristen! Az még borzasztó lehet.
Nézzük meg. Szevasszok. Bazd meg, ez már most... Jézusom, ez micsoda? Amúgy a hangja is elég pacek. Geci. Kettő 40-nel megyünk. Mérfűrbe. Nem tud többet. Ez a vége neki. Mi lesz ebből vajon? Várom a tippeket. A chatszer. Koncentráció, halál, dehogy is. Az semmi. Az öreg egy sofőr bazmer, ez nem egy fogyatékos terminátor, nézd meg. Úgy megy, mintha jönne. Megállás nélkül. Amúgy jön utálunk valaki. De egy cigi szünet lesz, az még lehet. Azt a büdös kurva eget, Jézusom! Az a szörnyet halt. Még szerencsé, hogy bevoltunk közbe. Öreg, jön vagy? Hát bazd meg, mi történt? Jézusom. Ez egy nem normális kigyed, bazd meg, érted, Eli? De ez megpusztult? Hát mit tudom. Nem volt bekötve, látod? Ezért mondom, bazd meg. Jézusom. Jó van, uram? Na jó van, azt mi a passzomat csinálsz szembe a forgalomba, merjem a dudaorrodba? Normális vagy? Figyelj, csak meg tudjuk szerelni a kocsidat. Némi készpénzé. Nem azt halt meg amúgy. Azt hittem. Azt hittem, hogy ő dobt el a kanalat. 15 lennél. Ne hízelegjetek, mert azért föláll a fasz, hőbrul az egész asztal minden. Ne csináltok fasz felett. Nem hallod egy csávot, én se hallom. Szia, hello! Álljon meg! Elnézést, maga ki a passzol? Ha? Visszahallottam meg? Igen. Vidos tojás! Tudom, mióta körözöm magát? Te csak ne körözzél, nem volt a körözött, jó? Tedd már magad takarékra. Elnézést, uram, minden jó? Jézusom, Jézusom! Úristen! Verseny? Szállatosba? Azt teszed meg nyersen? Na menjen, gyerünk, zsa! Elnézést, uram! Jézusom! Azt a kurva, mi folyik itt, Gerc? Jó vagy? Persze, csak nézem, itt mozizom a sok buzit. Ez a Lali? Szevasz, Lali, bazd meg! Gyere, szállj be! Vagy ide, vagy oda! Szevaszok, hello, mi a helyzet? Tényleg, azért ne akarj meg egyedül itt nagy falatokat venni ebből a faszból, érted? Ne lőd már le csöves, tehát bazdik szopni akart. Te buziskodik. Mi a helyzet, Ferébarc? Semmi, veletek? Hopp, hát semmi. Na te csak ne itt adunálsz el itt el. Ne, lehetettem, nyugi. Jó van, na mi van? Ha? Semmi. Hogy csak semmi? Semmi! Mondjad akkorra, mondjad mi a helyzet. Ezt a fogyatékos fasztán. Ja jó, ma Mária, az vagyok. Mondjad, mi a helyzet? Semmi. Akkor semmi, jó, semmi. Berogd ezt az ezerest. Jaj, bazd meg, nézem a csetet. Hogyan aláztok meg engem egyébként. De nálam egyébként. Hozzá se értem, geci.
Hallod? Szia! Szia! Baszik, hogy repülsz te kudasok? Amúgy nálam még hozzá se érted, vágod? Hát, jó. Érted. De figyelj csak, az űrből jött visszafelé, még vagy 40 évvel ezelőtt. Sokan szidják, hogy milyen csúnya meg ilyen legyen, esküszöm nekem tetszik. Jó, nem jó. Szép? Hát dehogy nem, ugyanúgy hát szép. Hát nyugodtan. Ugye, hogy igen. Szevasz, öreg, szevasz! Szevasszok, szevasszok! Hát de nem eszik olyan porrón a brácsát. Hát én most visszavettem, mert te. Hát én nem is megyek túl gázzal. Hát van egy nagyon izé... Ja, menjünk innen, jó. Nagyon nagy matekulások van. Jézusom, mi a faszomat csináltok? Hol a szállásom? Ez a száguldó viperó, amúgy igen. Szegény Jokerik mekkorát fognak majd repülni, figyeljétek! I believe I can fly! A mókust nem akartam elütni, tudod, öreg? Ja? De figyelj csak, ez a putár gyerek! Elnézést, uram! Engem lök egy már! Baszik, menjél akkor! Hát gondoltam, krúzolgatunk, tudod, öreg ilyenek? Persze. Én nem? Elnézés, kura! Elnézés! Aha! Így, mora, kifogy a benzin! Ott van benzin, út visszafelé, gyere! Hát ezek már annyi. Ezek már kapufa. Utáljon! Hol a faszomba? Hol van? Ez nagyon messzi, erre van fel, ha tényleg van. Itt van egy benzinkú. Tankoljad meg fele, légy szívesen, hamodj meg, hát ezt a kérdesek kell. De az öregnek is tankold meg a kocsit. Kész. Megtankoltad? Aha, öreg, tankoljam? Várjál, mert valami nem stimmel. Szemeddel nézzél rá, szemeddel! Hát ott meg rá, de ránézsz eddig. Na most jó. Tudsz kölcsön adni, Lajos, mert nincs nálam pénz. Mennyit? Hát egy 5000-es, mert annyiba kerül szerintem. Tudod. Tessék, öreg, ez, annyi ezt számold már meg. Annyi, köszönöm. 5000? Pont, ez 4990, de jó van, azt meg kipótolom. Zsombork összeszubat. Hol is van anyád háza egyébként? Na most oda kéne menni. Hú, az egy jó kérdés. Mi az, hogy jó kérdés? Ne hazudjál, mert pofán basztak. A kulcs, ami nálad jó. Jó vagytok? Én jó vagyok. Lajos is? Aha, geci. Lajos is jó van. Csak alszik, mert elpárod. Álmokfutóban. Dik, mi van veled, gyúfej? Figyelj már, ez a csöves geci, te egy vak vagy, vagy mi a kurva anyádat csinálsz? Véletlen volt, véletlen volt. Hát de véletlen volt, ez is verjem a szádba. Há? Verjem anyádba, te. Milyen anyádba, te csicska geci? Gyere ide, te fulipejű, hogy szoptassam ki a dobot. Ne üssél, bátya, ne üssél. Véletlen volt, bocsánat. Jó vagy? Úgy, lőj csak ki. De most miért kell lövöldözni szegénnyel? Véletlen volt. Híjad már mentőt ennek a verébnek. Úgyis útba esik, hát itt van a mentős, gyere, vigyük be. De te... Lali, jó vagy? Ja, hogy ott van? Nekem meg itt.
Az meg most kilukadt a kerék. Szia. Szevasz fiam, mi a helyzet? Fegyőr a láttata. Na te csak ne fegyverezzél, mert előveszem a passzomat, azt lenyomom a gyomrodit. Jó? Rád is fegyver van tartva most. Jó, menj a kettőkbe lehető. Mi van? De mondom, én beszélsz úgy, mint egy kezdőbuzi, há? Hát ha normális emberi hangon beszél, nem hallok, geci. Öreg, még megszeredem a szecskát, jó? Jó, jó. Mora, ezek fegyvereket tartogat itt, há? Na, figyeljél, Lalle. Ezzel a kis prüntyülővel a kezedbe. Ki vagy fiatalodva, ugye? Az ezt tudtam intézni, gyerekek. Igen. A mai adásban. Ezeket a dolgokat. Zsombor, kösz szépen! Nem sietünk, nem sietünk, tudod meg? Úristen! Takarodj már innen, te! Nézd meg, itt szinten bír magát. Elnézést, uram! Igen? Állj már meg, légy szíves! Várjál velünk! Állj már meg egy kicsit, légy! Várjál velünk! Várjál már, pihenj már egy kicsit! Várjál egy picit, barát! Várjál már szép! Segítek neked, várjál! Nehogy lőnek szét, ezek nem olyanok! Na most miért lövöldözöl? Te ilyen csúnya gyerek vagy! Te nem szégyened te magad? Akció. Olyan akció van itt most a shopba. Jaj, a fejem úr! A karma! Nem kötöttem be magam. Hát ez jó volt. Ezek beestek oda alán? Pedig beleadtam mindent, bazd meg. Alikám, tiszta célpont, tudod. Ne ugorj le! Itt a halálam, hogy igen. Meglettek volna, hogy igen. Uram, még minden rendben van? Még a Lali házába el kell vennünk, hogy kiraboljuk. Sajnos ez van. Lali, gyere vissza! Fall back, fall back! Bálint, kösz a két hónapot? Nem. De Lalikám, ott van a... Érted? Köszönöm. Nem akarlak téged is bevinni. Jó. Na, vigyük az öreget! Ez elég szomorú. Így megsérült az öreg. Ez... Nincs befizetve a TB-je. Ezen a streamen az öreg TB-jére gyűjtünk. De borotválkozás, siat vagy igen. Dávid, kösz, hogy 8 hónapon! Nagyon-nagyon szépen kösz! Nézd meg, bazd meg, he! Rám rántja a kormányt, láttad, Zali? Láttam. Ez fent lesz? Hol? Vigyázz, hadd lássad? Hát lehet, hogy egyszer videókazettán vagy ilyesmi. Kinyomtassuk DVD-re neked. Gyere, ez fölviszik a padlásra. Mit szólsz ehhez? Szia, fiatal atya! Szevasz, bátya! Szeva? Öreg gyerek, gondolj! Gondolok már is. 15 ezer? Úristen, ez a rablás! Szevasz. Mi történt az öreggel? Az meg elájult. A gyönyörtő, mikor meglátta, hogy ki vagyok beretválkozva. Az az igazság. Az igazság. Éti csiga vagyok, igen. Nézd meg ezt, addig. Fullosa! Megborotválkozta, megállított egy öreg asszony az utcában, hogy melyik általános iskolába járok, értesz? Mi kell lenni több, az meg? Mert most ez így van. Faszod, mekkora? Hát ez, figyelj, én megmondanám, hogy kérdez meg anyádat, de nem mondom, mert van szobad. Köszönöm. Szia! Várható sobb ebből a beretvábú. Igen, most is van. Szia!
Roblox streamek jönnek, a Robloxok, ha-ha-ha! Roblox! Forrest kint van már, igen? Gyerekek, ne mondjatok már ilyeneket, bazeg, elérzékenyülök itt. Érted? Üveges lesz a szemem. A gyönyörtű. Boldog névnapot, köszönöm. Ma van a névnapom egyébként. Komolyan mondom. Tényleg ma van. Amúgy igen, a fiam vittek iskolába engem most. Én megmondom őszintén, ez történt. Boldog névnapot, köszönöm. Nagyon nagy búli lesz mába! Ma azt néztük a pont, hogy a hangod mennyire full más, mint egy 6 évvel ezelőtti streamben. Hát figyelj, azért a technika fejlődik. Megmondom őszintén, a büdzsé is változott, hál' Istennek. Tehát én emlékszem, hogy ilyen 1200 forintos Tesco-s mikrofonnal nyomtam. Meg ilyenek, hát ez a mikrofon egy kicsit jobb. Szerintem ez az oka ennek. Megmondom őszintén. Boldog névnapot. Egyébként milyen névnap van ma? Ellátás. Ki szorul itt ellátásra? Önlátás. Önlátás. Öreg, agyban valami élet jelent. Jó napot kívánok. És mit történik velem amúgy? Szia, szevasszok. Hello, hello mindenkinek. Üdvözlök mindenkinek. Megoldjuk. Köszönöm. Irén van? Értem, jó van. Akkor köszönöm, jó bulást kívánok. Úgyis azt írták, hogy izé vagyok, transznemű. Lehet, hogy Irén voltam. Szevasz Lajosom, mi van veled, baszki? Szia! Normális vagy? Mi a helyzet? Kómában voltál egy 3 évig. Tényleg? Az meg. Igen. Szevasszok, hello mindenkinek. Szevasszok. Figyelj, már Lajos házához el kéne menni azért. Oda, tudom, tudom. Hát menjünk, oda. Csöbes geci meg itt hazudozik. Elnézést, bocsáss meg, szia! Jó vagy? Szerintem jó van. Mi volt valami? Hát nem, nem. Láttál valami? Úristen. Na légház ahhoz? Hát oda, hát én nekik meg kell nézni, hogy mi a helyzet. A kulcs megvan? Oh! Úristen. Hát, meg. Én ezt kurvára nem hiszem elhallom. De ez még mindig pörög te. És még mindig. Most állt meg. És megy tovább. Uh-huh. Pedig a szar kiesett belőlem a földre. Most ez komolyan. Odahajítom neked az öletbe, Lajos. Fú, figyelj csak, megszültem a gyerekemet, mert mi viselkedsz így. Szevasszok. Jó, csak megjavítom, oké? Okay? Ezt a szar. Jó, szevasszok. Megnézem azért, hogy mi a helyzet. Nézd csak, mi van itt. De... menj innen! Oh. Azt a kurva, hogy kipeküdtél, te szánalom. Ide szartál, geci. Hát, bocs, őre, pont úgy estem. Aha. Ez mi? Ó, ez az baby. Ja, szöreg, menjünk? Hát én ezzel megyek, megyek utána, csak menjél. Nem jössz velünk? Hát most ezzel kell mennem. Mehetünk, öreg? Mehetünk a gecibe. Már ez nagyon lassú. Szevasszok, bérák! Szerinted terve? Szerintem csak terve. Mizuri, Mizu! Minden passzal, hello, mi a helyzet? Mizu, jó vagy? Szevasszok! Mi a büdös passzom történik itt? Valamit beszélgettek amúgy. Mondjad, öreg! Mit mondjak? Semmit, mit mondjak? Már csak kérdeztem, hogy mi. Hát semmi, semmi. Minden jó. Mizu.
Fizelek neki. Nem. Ezt kíváncsiak elmondanád el neki, tudod, amit csak mondjuk. Mi van öreg, mi van? Semmi, semmi. A rákot miért nem eszi meg ez a gyerek? Úristen! Jézusom, mit tudom? Várjál már, hogy meg kell javítanom ezt. Jajjajjajj! Fasza volt. Bocs! Jó vagy? Mekkora? Kaját ugrottál, mint egy bakkecske! Jó, figyeljetek ide, megmondom őszintén nektek, hogy hallom, hogy miről beszélgettek. Miről? Mit mondasz el nekem, Lajos? Fejezd be! Hallottam. Ez vicces volt. Jó, van, mindjárt kapsz egy viccest a szádba is, egy 22-es. Most már szint rohadtnál, Alikám, hogy az autóban miket mondtál nekem miket az öregről, tudod? Hallottam már. Én nem mondtam semmit. Válaszoljál, mert kiszerítem a gyomorodat. Beindítom az emlékezetedet, kezd az a kezdet, hogy az öregnek piszkos ügyei vannak, és szerinted bűnöző életmódot él, és hogy nem való közénk. De ez csak egy titkó. És hogy nem való közénk, ezt mondta. Na ez biztos, hogy nem mondtam. Jó, Alikám, aha. Nem mondtam, én nem számítottam, nem erre számítottam tőled. Most azok után, ami keresztül... Ahvej kujamat, szexi nadalakom Lali szájához, hogy csafrom a csend! Joker, ezt én nem mondtam. Szégyelted magad, Lajos, egy áruló vagy, tudtam mindig. Ja. És ha valamit el kell mondanom. Lajos. De soha nem mondanék ilyen. Most elmondom neked ezért, hogy megbasszam az anyádat. Érted? Meghalom az anyádat. Basszam őtet. Apa? Nem apa, semmilyen apa, te merjébb geci. Csak mondom. És szar volt. Csipárk össze kettő cihelfet. Az anyád is szar volt, érted benne? Nincs be. Az anyádat megbasszam. Nagyon szar volt. Olyan volt, mint egy döglött állat. Nem, mintha lettem volna valaha, de úgy egy tudom elképzelni. Ért? És a szaga is olyan volt, mint egy halott szarvas. Érted? Honnan tudod, miért egy halott szarvas? Hát, mert nem láttál még halott szarvas. Hát látni lehet, de nem szagolgattam. Hát de én igen. De miért? Miért szagolgatsz egy szarvas, a halott? Fejezzétek fel, bazdmeg. Basz, mert mit csináltok? Istenem. Azt mondja Lali! Azt mondja Lali, hogy backflip, még az öreg backflip ez. Hát ezt tudom nyújtani, basz meg. Backflip? Mi? Most kiadottad, mindjárt lesz egy backflip a szádban, ami így viselkedsz, hogy kibeszélsz. Lajos geci. Backflip. Szomorodjál meg. Nekem az utat mondja, hogy hol lakik az anyád, az a tehén. Jó fele megyünk, jó fele megyünk. Baszd meg. Hú, szarom, most bennem kifagyott. Lass is. Mert mi van, trafiznak vagy mi? Ti nem láttátok? Nem, mit? Itt egy kordon itt van hagyva. Blue? Kordon blue? Lajos egy Júdás egyébként, az igaz, mindig elárul. Lajos egy csicska. Ezt ki lehet mondani most szerintem. És köszönöm szépen, hogy meghallgattatok ezzel kapcsolatosan. Szia! Most erre kell menni? Aha, erre. Átmegyük a városon. Ez Jézusom. Szeretet nélkül minden ház üres. Néne velem városba. Ennyit bír ez az autó? Mi ez? Az üresbe van, bazd meg. Üresbe? Üresbe. Hát úgy megyek. Persze. Üresbe. Igen. Üresbe alapjáraton. Az igen. Nem merem neki nyomni, mert bazd meg. Azért nem nyomom neki, mert ott gyorsabban kezd el forogni a bolygó akkor szakod. Ezek ilyen hatásai vannak, tudod. Ezért én is gondolkoztam, öreg, hogy ha arra forog a bolygó, amerre mi megyünk, akkor mi megyünk. Ez azért van, hogy arra forog a bolygó, amerre csörög jobb, a dió. Jobb. Hát én tovább megyek.
bejáratos. Nagyon megfiatalodtam? Gyerekek, ne készítsetek már ki. Fogadásból borotválkoztam meg, szóval többen kérdezitek, ismétlődő kérdés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok ezzel kapcsolatban. Nagyon hálás vagyok. Bálás. Lesz még más? Nem hiszem, hogy lesz. Holnap lesz. Holnap rasztozunk elvileg. Megmondom nektek az igazat. De nagyon sokan vágyjátok. De egyébként nincs ötletem. Nem sok jó game van. Jön, ami jön, az viszontlátás. Én azt mondom. Érted? A nagyba vagyunk. Tini atya vagyok, igen. Ez a ház. Ez olyan ismerős környék. Anyád itthon van? Nyitva az ajtó pedig. Nyitva van. Basszák öltött megint. Nem zárta be. Mézeskor, most pukkasztok össze 400-at. Anya. Bogi, Zara, a lányaimnak üzenem holnap, susu, tipli. Hát, senki. Reméljük elment az üzenet. Csipárk össze 2 CHF-et. Nincs itt. Itt figyelj van. Csak. Igen. Azt mondtad, hogy tudod, hogy hol van a pénz, amit itt rejteget. Hát... Ezt mondtad, így reklámoztad magadat. Most a fegyveremet ide nyomom a hátadhoz, jó? Ez egy rablás, jó? Nari? Itt van, érzed? Itt nyomom. Igen. Érzed, itt. Hogy mindjárt a padlót összevérzed? Nem, az ujjad. Nem, ez a fegyverem. Jó? Ez egy különleges fegyver. Na, hol van a pénz? Mert hol a pénz, Lajos? Azt mondtad, hogy várjál, tudod. Várjál, megkeresem. Hát. Ne keresd meg, mondjad, megkeresem én. De szép izé. Ez ilyen minisztráns nyakkendő? Vagy ez mi a fasz? Ez az ilyen minisztráns kabát. Az nagyon szép. Nagyon menő, bassz meg. Mi? Nagyon menő. A, miért vagy fenn a falon? Nem is értem ott, látod? Én? Ott. Hát ezt majd egyszer elmesélem ezt a történetet. Komolyan? Jó? Persze. De jó lenne már hallani. Majd elfogom. Na mi van, Lajos? Hát... Igen? Itt kellett volna, hogy legyen öreg. Te figyelj csak, ha nincs itt, én picsálom. A alsófű fiókba, de elvitte. Elvitte az a összeset elvitte öreg. Na ez komolyan. A kárpolcós engemet. Most meg engem is. Azzal, hogy a műszaki cikkeket behordod a kocsiba. TV, rádió, DVD, minden, ami műszaki hajszállító. A hajszállítót is hozza. Minden, mindent, jó? Amit el tudunk adni. Jó. És az ébresztő órát is passz fej. Leüljek addig, azzal gondolkozok, hogy még. Foglalj helyet, persze, ülj le. Úgy szerintem ez az én helyem, ez olyan jó. Ne idegeskedjél. Vigyel a tévét, Lajos, bazd meg! Kocsiba, csomagtartóba. Jó, ki kell kötni. Távirányító, izé garancia levél van, papír, ki a falból! Ilyesmi, megvan? Mutasd az udvart. Itt a nagy hifi rendszerek. Ezek is mehetnek befele. Addig megyek és összekenjem a faszommal anyádnak a párnáját. Jó. Jó. Hova mész, öreg? Összekenjem a faszommal a párnáját az anyjának. Jó. Srácok, itt lesz a vége ennek a streamnek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ebbe az adásba. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.